Én azon gondolkodtam már egész nap, hogy hogy kezdesz el egy podcastot. Kedves nézőink és hallgatóink, ez itt az új podcastunk. Névtelen. De. Podcast. Anonim. Uh -huh. Lehet, hogy ez lesz a nevünk, amúgy. Lehet. Ezen nagyon sok mosolygás volt. És azzal szeretnénk kezdeni, hogy bemutatkozunk nektek. Önöknek nem magázódunk, nem ez már Nem ezt már rossz. Az amerikai világ. Van egyébként inappropriate joke-om a végére, szóval szóljatok, ha használjátok. Most vagyunk. már elkezdtük a felvételt. Igen. Olyan podcastot akarunk csinálni, ahol sok érdeklődő embernek Magyarországon beszélünk arról, hogy hogyan lehet egyébként értelmesen főnöknek lenni, vagy hogyan lehet vezetni. Van ennek egy pejoratív része, egy főnök már éppen ezért, mm. és, hogy, és hogy egy kvázi ellen példát, vagy egy, egy olyan példát szeretnénk behozni a magyar nyelvű közönségnek, ami, ami be van szorva a Silicon Valley startup, startup csillámporra. Start start igen. 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 Mert az elég jól, jól hangzik szerintem. Valami ismi. igen. Ez itt az Anonim Vezetők Klubja. Egy podcast engineering és leadership témában. A mikrofonnál Fancy, Kispocok és maffi. Azért, hogy anonim, azért ettől függetlenül gondolom, hogy lehet, hogy be kéne mutatkoznunk. Igen. Sziasztok, Fenszi vagyok. nagyon szeretem a podcastot, ezt a becenevet. Képzeljétek el, hogy ahogy bejöttünk, egyből elkezdtem gondolkodni rajta, hogy egyébként nekem volt egy rádió műsorom, amikor kicsi, 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 kicsi Fenszi voltam. Az volt a címe, hogy drámázzunk, és az akkori Magyar Rádióban Ment ez a műsor, ahol feltörekvő színész interjúztam arról, hogy milyen az életük és egyből már úgy beültem, hogy távol legyek az asztaltól, látom, hogy ilyen cuki a pohár látét, hogy biztos, hogy nem fogok hangokat kiadni. Még azt is tanultam, hogy, lo, hogy lapozni hogy kell, hogy, hogy hang nélkül csinálsz az egészet. Most egy kicsit már menőbbek a mikrofonok, meg Akkor nem érzékenyebbek. Nem úgy, hogy az előtte és a mikrofonat a papíron. Nem, hanem... Nem. De hogy, hogy, akkor még tanultam a mikrofonokról is, hogy melyik hogyan vesz, meg mit kell csinálni. Ez nagyon izgi nekem, hogy most újra itt vagyunk teljesen más környezetben meg más vagy, és hogy mennyire izgő világ, hogy talán már húsz éve is egészen ember voltam. Nagyon jó. Ez egy teljesen történelmi kitekintés volt, úgyhogy most, amit kell mondanom magamról, az az, hogy van egyébként egy podcast, amiben műsorvezetőként szerepelek, és akkor itt jön a promotion! Level up Engineering podcast! Kérlek hallgassátok, li amit nagyon szeretek csinálni, és ezért nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. És egyelőre szerintem ennyi elég róla, mert majd a gyerekkori traumákba belemegyünk a többi rész során. Igen. A, a podcastot mindenképp akartam mondani, hogy mutasd be már. Oké. Okay. csak ez egy podcast. Ez igaz. Ott már, ott már nem feltörek, hanem ott már fent levő Igen. engineering menedzserekkel beszélgetek. Gyakorlatilag te vagy az egyetlen uh, ilyen audio <laughs> csak... a Youtube-on is ott vagyunk, csak nem promózzuk Mi sehol. Csak a kávér jöttünk igazából. És én vagyok az egyetlen, aki itt kávézik. Na jó, akkor tovább pattogtatom a, a, speaker labdát. Kis pocok. Figyelj, nekem, nekem kell átadnod, mert nagyon, nagyon rezonáltam a gyerekkori élménye, de Képzeld el, hogy én a Fix TV-ben voltam így ilyen, hát ilyen felkészülésen, Tehát, hogy ott voltam, hogy én majd így a Kid Burgerben uh, így szerepeljek, vagy valami ilyesmi, vagy vezessek, vagy valami ilyesmi. És uh, arra emlékszem, hogy irdatlan sokadást vettek föl egymás után, és bennültem, és így tudod, hogy Szokjam a környezetet, mutatták, hogy mit kell, meg hogy kell, és így. Azon, hogy ez tök érdekes, hogy a gyerekek játszanak, csak egyébként minden monitor háttal volt, tehát semmit nem láttam az egészből. Úgyhogy olyan két óra után elaludtam, tehát hogy a második felvételt átaludtam, a végén pedig, mint aki jól végezte a dolgát, megköszöntem, hogy megnézhettem ezt, ezt az izgalmasod. És megmondom őszintén, azt nem emlékszem, hogy lette belőle adás, vagy nem. Mint hogyha felvettünk volna valamit, hogy én is ott ültem, de erre már nem emlékszem, hogy ez live-ban ment-e vagy sem. Úgyhogy na, ez volt a, a reflexióm arra, hogy, 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 hogy mi volt nekem a kapcsolatom, az első kapcsolatom ilyen, ilyen mikrofonnal, ugye már arról beszéltem. Jó, és akkor most jön az a rész, amikor bemutatkozom, hogy én vagyok a kis pocok, igen. Hát a történelmi hát... kitekintés után jöhet a and now. Most már nem ugye ez lesz fixen, hogy csak ilyen kódnéven... De és inkognitóba leszünk, hogy amúgy a... van, polgári nevünk, csak tudod, hát egy Majd, majd, a következő ez, ez adom, részben, tehát... majd a következő részben, nem hogyha mind... akarjuk el, hogyha a rajongóink, így if van, they így dimenzo. van, ilyen patronos, rendszer tehát, hogy, ezer után így egy felfedjük egy az első karakterek. Igen, nagyon szép, nagyon, nagyon Második tírben, meg majd valamit még pattintunk vele. Jó, kicsit kitekintés volt egy... nézd, ezt ezt majd kivágjuk. Ezt... Nem, nem fogjuk kivágni. Nem, nem. Benne így, minden. Így hogy, hogy miért, miért, nem ki az, arról beszéljünk még, még, így a fel, bemutatkozás közben, mert szerintem az egy jó topik. Jó. A bemutatkozás közben. Hogy, hogy az van, hogy így most próbáljuk vállalni magunkat, igaz? Igen, Tehát, hogy, igen. hogy, Hogy, nem tudjuk, hogy kell jól csinálni, vagy hát, hogy van ötletünk, hogy hogy kéne, de hogy ezek így benne. még egyszer mutatom. Szóval hogy ezek így benne lesznek és meg nem muszáj, hogy benne túlépni. legyenek. Nem? Szerintem attól is lehet nagyon őszinte, hogy az összes csattogást, őzést kivágjuk. Ja, meg persze, igen. Tehát ez ilyen az ilyen kopogtatásokat. És megszólal a kávégép, meg nem tudom, hogy ezt vágjuk ki, de hogyha most így valaki két mondat közül benyomott egy őt, mert egy pillanatra kereste a szót. Az... Én és szerettem azokat a YouTube videókat, amikor így láttad, hogy ilyen 45-ször fölvette az ember, szana szét lett vágva, és sokkal jobban azokat, amikor valaki beül egy kicsit ilyen kócos hajjal, és akkor látod, hogy ő egy olyan ember, mint te vagy. Tehát, uh. hogy nem az van, hogy ő ilyen izé. Mert hogy már szerintem ebbe az egész podcastozásban, meg vloggerkedésben, meg az egész ilyen dologban az a jó, hogy hogy ez már nem egy olyan dolog, hogyha elvégezted a színműt, meg tíz évet szívtál valahol, akkor beengednek egy kamera elé, hanem most már úgy bárki szabad volt egy mikrofon. Ez nem mindig jó, igen, azt értem, de hogy, de hogy szerintem van egy ilyen range, amikor ez őszinte, tehát hogy van egy adott mennyiségű őzés, amit ki kell szedni. De, hogy, de hogy, néha meg az jó, hogyha egy hogy benne van kicsit, hogy mocorogtál a székben, meg nem tudom, picit neki kocoltad véletlenül a vizes poharat, mert hogy, mert, mert hogy nem a, nem tudom, kosut Rádió. Hol is tartottunk? Kis hát A Csak a, mondta, mondtad, ezt a kivágós dolgot. Kicsit megfelelődött. Ez majd mind kivágjuk. És... Vagy nem? Azt már mondtam, hogy én vagyok a kis pocok. és már Ja, ja, ja. Um, Meg a fix tévét is. Ú, tényleg azt is. Uh, akkor ezt most már nem tudjuk kivágni. Tehát De. most, egy, most egy egyre többször visszajátszom. Én ezt élvezem, az nem lesz kivágni. Abszolút, abszolút. Ez Nem tehát, hogy ez... Hát, hogy az van, hogy karácsonyra már van ajándék a családnak, érted? Az, az itteni, itteni a, iteni a indulunk, felvétel, azt már, az. a és keresünk egy kocsit hozzá, amit még tudod, le tudjuk játszani. egy diszkment. Most ezt imádom, hogy bocs, hogy meg ne a bemutatkozásodat, de hogy most olyanok vagyunk, a, a Bödöcsnek van az a szövege, hogy, hogy magyar ember meglát egy pocsaját, ezt rögtön a képzel oda. És mi is kicsit gyerek <laughs> vagyunk, hogy látom magad az évad végén, nem tudom, baki parádét, meg az egyeneket közlek, Két éve beszélgetünk arról, hogy podcast, és akik két év után jutottunk oda, hogy most itt vagyunk egy mikrofon előtt. De, Velem csak de... két hónapja beszélgettek. Mondjuk igen, te egy elég jó a delivery time-ot láttál. Igen. Na de kis pocok úr. Vagy egy... lehet, hogy én voltam a katalizátor, ne haragudj meg. Biztos. Mert úgy már, ciki volt, hogy valaki még így benne van. Mert mi egymás között még úgy elsúnyogjuk, tudod, de hogy már harmadik ember is. Ja, minden hónapban megegyeztünk arról, hogy a következő hónapban majd beszélünk arról, hogy mennyit tolunk rajta. És egyébként két évig egész jól ment. hogy Amúgy itt is vagyunk, a témánál vagyunk, hogy a miből lesz a jó vezető. Bemutatkozzon? Igen. Oh, jó. Kérlek. Kispocok vagyunk? Igen, jó, ezt mondtam. Azt hiszem, igen. Egy picit félretegyem humort, de hogy egyébként nem teszem félre, mert nagyon szeretem a humort. Tehát hogy az, 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 vagyok én, és én megpróbálom ezt a szint hozni ebbe az egészbe. Van jó viccem, szerintem jó. Tehát, hogy majd meglátjuk a végén, hogy ha benne marad, akkor tényleg jó volt, ha nem, akkor nem. Ezt most többször el fogom mondani, hogy ne tudjuk kivágni. És hogy, <laughs> uh, hogy mit csinálják egyébként, az talán, izgalmas, hogy engineering manager vagyok, már régóta egyébként meg ilyen hát engineerből ilyen tranzicionált menedzser, manager utam van. Úgyhogy ez a career nálam. Mit érdemes még megmondani, tudod, ilyen kérdés? Bármi. A dolgokat. Amit érdemes tudni róla, szerinted? Tudod, mit szoktam még mindig elmondani, ez ilyen. Most már interjúztatunk, és iszonyat sok embert meghallgatunk, és fanfekteket dobálunk a résztvevőkkel magunkról, és nagyon jókat dobnak vissza egyébként a, 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 a jelöltek is, úgyhogy ezt a részét eszméletlenül nevezem. Nem minden interjú, de hogy ez, ez, ez nagyon jó. És ott mindig el szoktam mondani, hogyha nincsen ilyen, vagy hogy, hogy kifagyok abból a fanfektekből, hogy van egy csokoládé színű és ez valamiért az így egy ilyen dolog, itt és akkor kérdezgetnék, hogy hogy, hogy, hogy csokoládé színű most van, és azt mondom, hogy ez nagyon csoki. Na úgyhogy ezt hoztam most nektek. És még kettő dolgot mondja, hogy mi a neve a csokoládé színű. Ja, hát, ilyen, az is egy ilyen. Én tudom, és majd utána azt is mondd hogy a, a véz, és figyeltem, mert rádió vagyunk, amúgy úgy mondtam, hogy vaze, mert ezt úgy hmm. szoktam mondani, hmm, szóval hogy a véz nevű alkalmazásban mi a user neved, még ezt a kettőt mondd el. lesz majd igen. értelme, ha odaérünk. Szóval tehát, hogy van egy, egy, egy ilyen messzebbről indítom, mert látom, hogy erre szükség van erre, e, ebben a, ebben a podcastban szükség van erre. Szóval, hogy van a, a felelős kutyatartók között egy ilyen ételfesizmus, jó mondom azt? Ételfetisizmus. De, fetisizmus. fetisizmus, aha, még, még gyakorló. És hogy, hogy nagyon sokan így kajáról nevezzik el a kutyájukat. És egyébként ez ez egy reális, tehát kimész a futatóra, ott vannak a... Még mindig jobb, mintha emberről. Így van, így van, és hát Mindegy, de van ilyen is. De hogy, és akkor az én kutyám végül is, mert hogy mi is szerettünk volna ebbe a patternbe becsatlakozni, tudod, hogy a community része lehessünk, úgyhogy az én kutyámat pörköltnek hívják. <laughs> és egyébként tök, tök, valid, tehát azért valid, mert a csokoládé színű, és egyébként így tök olyan, mint a pörkölt, és az összes többi csokoládi alapú étel már foglalt volt a közösségbe. Tehát. De akkor nem pörkölt színű? Hát de pörkölt színű, de egyébként az olyan. Mint a a pörköltnek pörkölt, olyan a színe, színű. mint a csokoládénak. Hát a jó pörkölt. Egy jó pörkölt. Pör. Igen, így van. Aminek olyan sűrű. Olyan. Mm. Tudod, amiben a kanál megáll. Tehát olyan. Mm. Igen. igen. Na és a Waze user wow. Igen, ő, meg a pörkölt transfer, azt igen. hiszem, és, van, és, róla van kint. Körbeértünk, tehát volt voltok, magyarulján. Ahogy Köszönöm. Kedves nézőink és hallgatóink. Nézőink Én is nézőink. most tudtam meg. Mefinek tovább pattintja a labdát a kis Én vagyok a Mefi, igen. Amúgy nagyon jó, hogy nevekkel nyomulunk, mert én mindig én ezt ilyen tudatosan építem ezt a Mefi, Mefi brandet, és mindenhol úgy ismernek az emberek. Bár egyébként nem tudatosan kezdődött, mert csak rám ragadt, hogy így a valóságban is elkezdtek Mefinek, Mefinek hívni. A gondolkodtam ilyen mikrofonos sztorikon, hogy tudnak csatlakozni az előzőekre, és a kettő nagyon jó mikrofonos, szerintem nagyon jó mikrofonos sztorin van. Az egyik, hogy nekem is volt egy rádió műsorom, azt hiszem, ez 98-ban volt, hogy akkor 10 éves voltam, és egy, kaptam egy olyan kazettás magnót, én még az a generáció volt kazettája, amiben lehetett hangot rögzíteni, és akkor én azt seáltam, hogy a Jáksó László műsorából felvettem a nekem tetsző számokat, és akkor én ott közte beszéltem, megcsináltam a műsorokat, és két kazettával ott szépen össze, összevagdostam, és volt egy ilyen 30-40 darab műsorom kazettám, aztán nem tudom, mi történt, nem, nem volt jó a alatt, és lefújták a műsort. A, a másik, az meg egy ilyen fun fact, és mostában nagyon sokszor elmeséltem, pedig amúgy már is hosszú időre meg is feledkeztem róla, jó mosolyos reakciókat szokott kiváltani, főként magyarországi emberektől, hogy a... én egyszer szerepeltem a Mónika showban, és, de hogy még akkor, amikor a Mónika show még nem ez a... Amikor ilyen, még nem volt mainstream. Egy hát, hipster Mónika show szereplő vagy. Szerintem az mainstream volt az elején is, mert ugye nagyon új volt a formátum, de hogy amikor még nem, nem arról szólt, hogy bejönnek az emberek, és akkor összevesznek, meg verekednek, meg rúgkaváloznak. És valami olyasmi volt a, a téma, hogy, hogy sokat nézek tévét és akkor mindenféle szemszögben ezt megmutatták. Ezt, mert, mert egyébként az elején a Mónika csak érdekes témákról beszélgettek az emberek, és úgy kerültem oda, hogy egy kis barátommal az egyik nyári szünet nagy részét azt a kampónában, vagy a nem tudom hol lévő RTL Club stúdióba töltöttünk, Igen, és műsorokra otthon. mentünk nézőnek. És amúgy ez gyerekként nyáron egy óriási program volt, mert ugye ben voltál a stúdióban, ott láttad az egészet, engedték, hogy belenézzen a kamerába, mindig volt ott valami kis parádé, és klimatizált volt a nézőtér. Uh -huh. Tehát ugye nyáron a 40 fokos melegekben ott 98-ba. Ott... Igen, hát mert az RTL Klub akkor az már uh -huh. egy, ilyen, egy ilyen, ez nem 98, nem egy kicsit később volt már, talán... de nem lehet, hogy ilyen 98 környékén az is. Mindegy, nem emlékszem. De ugye az a lényeg, hogy végignyomtunk egy ilyen két hónapot ilyen legyen is milliómos nézőtéri akármivel, és akkor az van, elfejtettem már a kifejezést, de hogy vannak azok az emberek, akik azt csinálják ezeken a TV felvételeken, hogy elülülnek, és ők a, ők a tapsgép gyakorlatilag, uh -huh. és ők be vannak építve, és ha ők nagyon hangosan elkezdenek tapsolni, akkor az a jelzés a közönségnek, hogy most tapsolni kell. És ők egyébként ilyen kezdő jellegű stand is, mert hogy a legyen és is millió mostnál például, amikor a Vágó István kisétált a játékossal, ott eltelt egy 30 perc onnan, hogy folytatódott a felvétel, mert az akkori technológiának, a számítógépnek az 50 kérdést kiválogatni, az 30 perc volt. És uh, ugye az első felvételnél nagyon izgatottan ültem ott, hogy vajon hogy kerül oda középre a Kérdés. az állomás, mert az ugye csak azt láttad, hogy mennek, és ja. csak ott van a két cég meg a számítógép, és ez úgy került oda, hogy két nagy darab krú feliratú, úri ember bevitte a hátán, és lerakta a középre, fölhajtották a fedeletbe, dugták ott a dugókat, és akkor még egyszer felvették, hogy a vágó út bejön, és akkor szépen össze volt vágva, de ugye ebbe a fél órában ott szórakoztatták a az embereket, és akkor ott összehaverkodtam fiatalon ezzel a, nem tudom már minek hívják ezt, ezeket a, ezt a szakmát, akik ott így a közönséget szórakoztatták a születekbe, tehát vele összehaverkodtam, és fölhívott, hogy két nap múlva lesz egy ilyen Mónika Show felvétel, és hogy lemondta az egyik szereplő, és hogy ilyen tök ártatlan a téma, nincs kedvem bejönni, mert hogy én szerettem a tévét, én tényleg szerettem a tévét, a nagy régi vágyamot csinálok egyszer egy videót arról, hogy a magyar televíziózás ilyen pi korszakai tündöklése és bukása. Na mindegy, és akkor mondta, hogy persze menjünk, már benne lenni a tévében az jó. Semmi nem volt, kb. 5 percet beszéltem, és akkor én voltam az ellenpélda, hogy, hogy, én nagyon sok olyan dolgot is néztem tévében, amiből tanultam, meg hogy ugye felvételekre jártam, meg nem tudom. Szóval ez a másik ilyen, ilyen mikrofonos, mikrofonos sztorim. És egyébként én is engineering managerként dolgozom, ugyanannál a Mondunk cégneveket, vagy nem? Hát azért vagyunk, azt hittem azért Szerintem. vagyunk inkognitóban, ja, hogy inkognitóban, hogy nehogy véletlenül azt gondolhassa valaki, hogy ez a cég által szponzorált és a cég által nagyon megáldott tartalom, hanem mondhassunk mondjuk olyan vicceket is, amit lehet, hogy nem mondanánk a meetingen, amikor dolgozóban vagyunk. Én mondom, Jó, én mondanék. Is, én is mondanék. Ja, én is mondanék. <laughs> Jó. Jó, de mondhatunk amúgy cégneveket, ha akarunk, ha akartok. Csanonnál a? Bébetű cégnél dolgozunk. És a, úgy végződik, hogy itt rájesz. Itt Igen, a Vitráiznál dolgozunk mind a ketten a, a Kispocok úrra. De egyébként szerintem a podcast az egyébként még a Vitráizos idők elé nyúlik vissza. Abszorul. És egy kicsit ezt is be akartam hozni, hogy <laughs> hogy úgy jött ez az egész podcast dolog, hogy 2020-at írtunk, még akkor nem tudtuk, hogy a COVID az micsoda dolog. Hmm. És az történt, hogy a Kispocok úr meg én is munkahelyet váltottunk, és pont egy ilyen átalakulási időszakban voltunk, hogy én már tudtam, hogy megyek a, a bitrájsz, a kis meggondolkodott, hogy hova megy, és elmentünk kávézni, ami azért jó, mert nem kávézik egyébként. Így um, van, de nagyon jó helyre mentünk. Amúgy ott éppként vettem egy uh, kis ilyen tejkonnát, ilyen tejgőzölőkonnát, mm és azóta is minden nap, amikor wow. a tejet, akkor eszembe jutott. Beszélgettünk, és, uh, és akkor Örülök, ilyen, hogy rám gondolsz. Merre menjünk, igen. Merre nem, menjünk, romantikus. Nagyon. Merre menjünk, ilyen karrier irányban dolgokról beszélgettünk, és nem mellesleg bedobta a kis pocok, hogy amúgy ilyen podcast. Igen. és mondta neki, hogy azon én is tök régóta gondolkodok, csak az van, hogy én egy csaló vagyok amúgy, mert én nem hallgatok podcastot. Néha igen, de nem, nincs bajom a podcastokkal. Csak Erre kellett volna van. egy hangefekt, hogy én nem hallgatok podcastot, és ilyen Igen, de nem, tehát semmi bajom a podcasttal, nagyon tetszik a műfaj. És éppen most Ausztriába jöttünk vissza autóval, és mikor már úgy kipölgettük az összes Spotify playlistet, akkor végighallgattunk négy-öt podcastot magyarokat, főként azért, mert a, akkor az jó inspiráció. inspiráció lesz. És inspiráltam is sok, sok szempontból. Szóval igen, nem hallgatok podcastot, és akkor kicsit ez olyan visszás, hogy de egyébként meg akarok podcastot csinálni. De majd most fogsz. Mert te vágod meg majd ezt? Igen, igen, Ügyül... ez, a így, így, ez, a... ez a büntetés. Ez a büntetés. Én ezért is akartam így, így. én vágni, hogy. Uh... De nem, tehát így nem igaz, hogy nem hallgatok, csak inkább úgy mondanám, hogy nem hallgatok olyan rendszerességgel, mint ahogy mondjuk Netflixen végignézek ezeket a sorozatot. Mm -hmm. Tehát, hogy uh, nincs uh, tök, sok podcastot követek Spotify-on. A tiédet amúgy azt viszonylag. Rám mutatott. Elég jól követem, a Fancy. Mondtam volna nevet is. <laughs> 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 Rámillantott. A biztonság kedvéért. Igen. Szóval, hogy. Igen, ez 2020. Jó, de akkor az enyémet hallgatod -e rendszeresen? Most a mihez hát képest vége. rendszeresen? képest rendszeresen. Okay. A jobbak az, is. Nem mondott nem, vagy ez az udvarias nem, de hogy ez is Nem, igazán. nem. A, a fenszínél az van, hogy ott nagyon sokszor van jó kontent, és akkor meg szoktam csillagozni, és akkor, hogyha tudom, hogy mondjuk nem tudom, egyedül vezetek sokáig, akkor be szoktam nyomni, vagy nem tudom. Benyomom valami mosogatás közben, vagy ilyesmi, remélem nem, ez nem... Ezt nagyon el, nagy szeretettel hallgatom. Amúgy nem, én pont most hallgattam egy podcastot arról, hogy miért hallgatnak az emberek podcastot. És Na, van egy beta. olyan... Működött. Abszolút. És van egy olyan része, hogy hogy ez, amit mondasz, hogy mosogatás közben, főzés közben Na, az embereknek egy ilyen companion feelinget ad ezt szép magyarul elmondtam, tehát, hogy, hogy uh, ahogy emlékeztek, vagy nem tudom, ti emlékeztek-e, nekem anyukámnak volt a konyhában egy tévé, uh -huh. apu, apukám szerelt neki egy állványt, hogy, uh -huh. hogy főzés közben ő tudja nézni a Törőcsik Marit például, de hogy, hogy ugyanaz a, a fajta volt. ugyanaz a fajta, ilyen háttérzaj, ami régen a, a tévé volt, az mostanság már lehet, hogy a podcast is. Én remélném amúgy, hogy egy kicsivel előre előremutatóbbak a, a podcast kontentek, mint amennyire a, a David Hasselhoff volt például a, a Magnumban. Lehet, hogy az is előremutató volt valahogy, nem tudom, nem akarom őket ledegradálni, csak hogy én főként azért hallgatok podcastot, hogy tanuljak belőle valamit. Tök jó, amit mondasz. Ilyen pre-covid-ra így visszaemlékezve, nekem akkor még voltak ilyen, ilyen kimozdulok otthonról, rutinjaim, tudod, amikor így ingáztunk a melóba, meg ilyenek, meg és úgy zamáltam akkor a, az ilyen tartalmat, mert hogy pont ahogy mondod, hogy így elkísért, tehát egy kicsit nem, tudod, nincs ez a, hogy nem passzív vagyok benne, hanem az van, hogy van valami érdekes tartalom, meghallgatom, és, és akkor itt van egy ilyen, nekem egy nagyon érdekes kitekintés, hogy hogy az, hogy mit olvasok, az ilyen nagyon fókuszált, tehát, hogy ilyen adott területben, adott problémáknak a megoldását szeretem, vagy ebben, a, ebben szeretek elme, elmélyedni, viszont a podcastben van egy ilyen, ilyen, ilyen nyitás bennem, nagyon olyan tartalmakat is fogyasztok podcastben, a formátuma miatt, ami ilyen, tudod, ilyen, nem tudom, egy kicsit a kerítésen kívül van, de hogy így, így meghallgatom, vagy abszolút nem érint, de hogy így, na, nézzük meg, hát, ha ebből hallok valamit, rengeteget tanultam, Viszont, hogy így fast tracking így a COVID utára, amikor így vagyunk a Mefivel egy, egy olyan helyen, ami egy remote company, és nem kell ingáznom otthonról, vagy hát ingázok most is, de hogy így az a hat lépés, amíg tudod, a szobát váltok A-ból B-be, az, 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 olyan könnyű, viszont ez alatt nem tudok podcastot hallgatni. És nagyon sok el, elmaradásom van, és akkor most már generálok olyan alkalmat, amikor podcastet hallgatok. De otthon ez nem működik továbbra sem. Tehát, hogy akkor Kimegyek sétatatik kutyát, sétálok egyet, ha magamban ma vagyok, akkor sétálok egyet, és közben hallgatok valamint tartalmat. Na nekem ez is emiatt is maradt ki a podcast, mert uh, amikor még bejártam irodába dolgozni, már úgy tűnik, mintha egy másik élet lett uh -huh. volna, akkor ilyen nagyon maximum fél óral bent voltam, uh -huh. és az pont olyan volt, hogy egy ilyen, nem tudom, öt kötően 8 számot meghallgatok, elolvasom a híreket reggel, mégpölgetem a Twitter-nek az Instagramot, és hopp már ment is vagyok a az irodában, és én nagyon nem szeretek egyébként így félbehagyni dolgokat, vagy abbahagyni szeretek dolgokat, vagy, vagy befejezni dolgokat, de félbehagyni az attól nagyon rossz érzésem van, nagyon sokáig a félbehagyok valamit, és akkor ott nagyon ráfókuszálok, hogy akkor hol lehet jól megállítani, meg vannak ilyen mutaságok. Vannak ilyen ja, ezért is beszéltük, hogy a mi podcastunk az nem lesz rendkívül hallgathatatlanul hosszú, mert nem igen. akarjuk, hogy hogy te, de akkor te meg fogod hallgatni a mieinket? Hogy ebből lesz egy ilyen ö, új habitus neked, hogy nem hallgatok podcastot, csak a sajátomat? Nem, hát a vágás alatt meg fogom hallgatni. Meg azt, én úgy szoktam, amikor videót csinálok, nagy ritkán, akkor megszoktam utána egy 10 20 nézni, és egyszer kirölgött egy haverom, mert azt hitte, hogy ez ilyen hogy ilyen pride van bennem a saját videómra, és mondtam, hogy nem, hanem nézem, hogy lehetett -e volna jobban vágni, vagy lehetett, és ugye ezt biztos, hogy fogom csinálni. Uh, Egyébként ugye ez is elvileg van eléggé ilyen pszichológiai, bár te ezt te jobban tudod, dolog, hogy a saját hangját, ha hallja az ember, az mindenkinek... Imádja. Igen, tehát én is uh -huh. falra mászok, és mikor valaki mondja, hogy nekem milyen jó hangom van, akkor szoktam mondani, hogy hát én nem így érzem belőle, de köszönöm szépen. De hogy, de hogy igen, fogok emiatt, és egyébként az egyik név, az időre néztem rá, hogy hol tartunk, mert az egyik névjavaslat még az volt, hogy 50 Minutes Leadership. Csak ugye elszpoilerezom, miről fog szólni ez a podcast, nál nyilván majd az ott, amikor majd lesz név, meg weboldal, meg egyébként, akkor egyértelmű lesz, de hogy most még nem, nem említettük. És igen, 2020-ban ott a, ott a kávézóban azt kezdtük el beszélni, hogy legyen egy podcast, és akkor ugye ránézott az ablakot, vagy az ajtót, vagy a nem tudom mit a világjárvány, és uh, utána belekezdtünk egy ilyen játékba a Dávid, de hogy most, most, most a én kis nekem pocokkal, jó. Jumi. Akivel? Oh, ja, igen. uff, most újra kell venni az, most egész újra van? Kell venni az egészet. Újra <laughs> kell igen. igen. Az, az ezt igen, amúgy igen, ezt, igen. ezt, a kódnevezést, azt amúgy elmondjuk, hogy ez honnan jött, vagy ezt meghagyjuk ne, technikai nem titoknak. Na jó, legyen a második alkalom, hogy tudod így a, a, alkalom a, alkalom alkalom a ja. hát előbb majdnem mondtam a polgári nevet, és akkor ott még ébren voltam, ah, de nagyon nehéz. Közben, közben azért elmondom azt, hogy felkértek erre, egy, szervezünk egy ilyen, egy ilyen bulit, Uh -huh. És tudjátok, mennyi IQ kellett nekem ahhoz, hogy ne rakjam uh -huh. bele azt, akit tudod így. A, az ne, ünnepeltet. Aki, igen, az ünnepeltet magát. Tehát, hogy így már kétszer benne volt a névlistában, és te jó, év. tudod, és akkor törlöm ki, hogy te figyelj, lábint, a, ez a fekete-fehér, igen, nem játékban, valószínűleg így a első kérdésnél esnék ki, tehát hogy nem, ez nem a, Amúgy ez nagyon durva, hogy a, egyszer volt egy ö, céges esemény, ahol valaki megkért engem, hogy van egy bizonyos dolog, amit az ő párja nem tud és hogy erre még véletlenül se kerüljön rá a beszélgetés, mikor ott van. És ha ezt nem mondta volna, akkor biztos vagy, uh -huh. hogy eszembe eszebe nem jutott volna említeni, ahogy ezt kimondta, remektem, izzadtam, és amikor ott volt a párja, akkor csak, ez akkor csak azt láttam magad, hogy kinyitom a számat, és nem tudom, mit akarok mondani, de így beleültem az arcába, <laughs> hogy ez van, és amúgy egy, egy nagyon minor dolog, tehát hogy semmi, semmi komoly, tehát nem az, hogy nem tudom, 16 szeretőt tart, vagy ilyesmi, semmi, hogy apró ilyen technikai, technikai dolog volt, és így és nagyon-nagyon, és ugye ez is egy kicsit ilyen szerintem, hogy amikor tudod így, most mondják, hogy nem szabad bemondani a polgári nevet, akkor biztos, hogy csak a polgári név hát, fog ezt. Ne gondolj az elefántra. Igen, 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 és akkor nyilván arra gondolsz. De hogy igen, ez egy... Akkor ö, most rátérhetünk a... A témára, az elefántra. Nem, a, arra, hogy kontentet adjunk a kedves hallgatóknak. Hát erre gondoltam, igen. Tehát, hogy ez, egy, ez, egy, ö, ez egy olyan podcast, uh -huh. amit ez nagyon rossz, én podcastnek hívom és ezt egyszer meg kell hogy minden podcastnak hívom. Oké, okay, ez egy olyan show. Igen, és biztos, még nem néznek, de biztos van valami angol dialektus, podcast. podcast. Ez egy de ez ilyen, ilyen. ilyen, vagy hát egész biztos vagyok benne, hogy ilyen húl is lesz ebből. Tehát, hogy majd azokat a szavakat, amiket egyébként így csatoktatunk, azok, azoknak majd ki kell találni, mi a magyar megfelelő. Vagy mert, majd mert egyszer nem átváltunk angolra. De hogy mindenképpen rádió műsornak hívjuk ezt. Igen. Ú, uh, baby, hmm. tetszik nekem a rádió és, és a marok telefonjainkon. Így van. én fogjuk a rádió Igen. Igen. Szóval, hogy ez egy, ez egy leadership, azaz podcast. vezetéssel foglalkozó podcast. Csak ugye a vezetést azt rögtön félre lehet 16 féleképpen érteni. Hát és én ugye... targonca vezető. Igen, ja, nem, nem mint, amúgy ezt nem tudom, hogy elmondtam-e nektek, hogy én miért szerettem volna magyarul, és nem azért, mert hogy nem tudom, elős lettem volna angolul. Nem, nem. csak azért. Nem csak azért. Köszönöm. Uh, Előmegy a hang. Nekem fegbom. elmondta egyébként, és azért is. Tehát, hogy én, uh, én azért kezdtem el magyarul is blogot írni ilyen témákban, hogy írtam ígértem blogot ilyen témákban, mert szerintem Magyarországon egyébként az egész leadership, vezetés, kultúra, hozzáértés az így nagyon... Uh, nagyon alacsonyan van. Tehát, a békasséggel alatt? Igen, ezt nem akartam hát, kimondani, mert nem tudom. Majd ne majd, 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 majd kivágjuk. Igen, nem. nem. De, hogy, de hogy tényleg az van, hogyha így az átlag ismerettségi körödben család, barát, stb. körbe kérdezel, és valaki nem valami, nem tudom, nagyon menő, um, IT modern, um, Na de Silicon Valley vagy a beszólt, ha, ilyen startup, instant startup porral beszólt dolgozik, akkor azért majdnem mindenki el tudja mesélni, hogy hogy valami miatt nagyon is nem tudom, nem jön ki jól a vezetőjével, meg nagyon őrület van, meg stb. És, és nyilván persze lehet, hogy akkor végül is az van, hogy akkor igazából ő nem csinál valamit jól, csak amikor tudod már ezt, hogy száz ember is egységesen meséli, ugyanazok a mintákon, akkor szerintem ez így jól, jól, kiderül, és valószínűleg ebből adódik, vagy ez, ez egy ok okozat, nem tudom, de hogy egyébként nagyon kevés elérhető magyar nyelvű tartalom van, ami kifejezetten ezzel a témával foglalkozik. Uh, én most nagyon keveset tudnék mondani, pedig kifejezetten kutatom, keresem, párat tudnék mondani, de de azért mondjuk, ha meg angolul, já, amerikaiak között, hát ott meg egy tenger tudsz beleönteni, hogy... Há persze, olyan sokan vannak. Jó, hát, hogy annyit csinálnak, hát nehogy már, hát meg tenger is van, ja. minden van. Nekünk is van tengerünk, Még, mondjuk. Jó, van magyar nyelvű ilyen... Tenger? N nem, nem, nem ten tenger... Ebben nem vagyok biztos. Tehát, hogy... <laughs> láttam az azt az arcodon, igen. <laughs> Viszont van magyar nyelvi content, mert nem, nem, nem valami ilyesmi, nem ilyen leadership meetup -ot. -ok. Nem, nem, azt mondom, hogy nincs, hanem azt mondom, hogy nagyon Ez kevés egy van. Ilyen, ilyen akart volt egyébként, akart egyébként a utalni csinálni. a te meetup Így van, így ködvösen. az már nincsen, ahogy. Hát, mert most az már volt. a stretch konferenciába beolvatta, valaki a kis szervező csapat tagjai igen, vagyunk. Is, a is tettőt, is. És, a és, egyébként, nem is csináljuk a meetup idén. Egyáltalán nem zárójelbe zárva. Kéne, pedig most már lehet, most már lehet pogizni, meg mm. Minden. Nekem. Meg egymást puszilgatni. Tulajdonképpen akkor egy olyan podcastot akarunk csinálni, ahol sok érdeklődő embernek Magyarországon beszélünk arról, hogy hogyan lehet egyébként értelmesen főnöknek lenni, vagy hogyan lehet vezetni. Van ennek egy pejoratív része, hogy főnök már éppen mm -hmm. ezért, és hogy, és hogy egy kvázi ellen. Példát, vagy egy, egy olyan példát szeretnénk behozni a magyar nyelvű közönségnek, ami ami be van szorva a Silicon Valley startup start csillámporra. Startup start igen, igen. igen. Mert az elég jól, jól hangzik szerintem. Valami ilyesmi, igen. Annyi, hogy én a főnök kifejezést nagyon nem szeretem, mert maga a szó is olyan, Pont ezért hogy... hoztam be, hogy biztos ebből van a száz sztori, amit akarsz teljesen, ellen, teljesen. Ez a ellen főnök, példával illetni. Az jelent, hogy mert a vezetőt azt értem, tehát vezet engem valahova, vagy valamit valahova vezet, az egy teljesen értelmes szó. Szóval a főnök az meg, fő, főnök, most az... De, hogy egy egy vezetőnek sincs értelmezni. szerintem olyan milyen nagyon erős pozitív kicsengése itthon. Hát igen, mert Vagy ugye a, a busz is vezető, meg a kamion is vezető, magyarul ugye ezért nehéz egy kicsit. Igen, csak hogy tudod, mint egy angol nyelvterületen, nem tudom, a leader meg a boss között még érzek azért egy ilyen igen. erős különbséget, és hogy, hogy, hogy ér, ér, érzem. De ugye a magyar vezető az nekem olyan... Azért, mert magyarul szerintem kulturálisan van egy, van egy különbség, hogy nem szeretjük, ha megmondják nekünk, és nekünk mm. mindig más a véleményünk, és a, De... ú, erre kell egy diszkrémer tennem. Az elmúlt két évben tanultam meg, hogy mekkora nagy hatás van a diszklémereknek, úgyhogy következik a diszkrémer. Uh -huh. Nagyon sokszor a kedves életemben, kedves hallgatóink, Fancy Caroline körülbelül öt évet élt szumma Amerikában, és akkor innen jön ez a mese. Wow, hogy, nem is rólad. Tényleg? Nem, uh, nem Nice. Is Szóval... Kellett egy podcast, hogy ezt meg tudjam. <laughs> <laughs> egy podcastot. Szóval a, az én nézőpontom, meg, a, meg, az én egyetfejlődésemnek egy elég nagy része az, hogy, hogy én sokáig éltem külföldön, kvázi akkor, amikor még nagyon fiatal voltam, és befolyásolható. És, és rengetegszer beszélgettem már magyarokkal arról, hogy, hogy szerintem mik a, a, javítható részei a, a magyar kultúrának, meg ami így bennünk van, így velejéig. Hogy, hogy fúj meg neki miért sikerül, meg nem úgy kell csinálni, arra nem mond konstruktívat, hogy hogy, csak a, ahogy a bödőt is mondja, hogy viszik öten az ágyat, és van mindig egy hatodik, aki ott áll, és mondja, hogy ne úgy. <coughs> szóval, szóval a, a van erről egy pár gondolatom, és a, és az egyik az, az pont egy ilyen, hogy, hogy Magyarországon valahogy van egy ilyen feeling, hogy nekem aztán nem mondja meg, hogy, a, hogy, a fű, hogy eleve már abból kifolyólag, hogy Magunk elé, felé irányításba, majd ő megmondja, beleképzelünk valamit. Van egy ilyen negatív konnotáció, hogy nekem aztán nem mondja meg senki, meg majd én tudom. És nincs, nincs ennek egy pozitívuma, hogy kollaboratív co-creation, ahogy a service design mondja, hogy, hogy talán van a vezetőknek egy olyan rétege, akik együtt akarnak dolgozni a beosztottjaikkal. Ú, milyen szavakat tudok magyarul. magyarul. Én monok erősebben, szerintem, szerintem van a köznyelmen egy olyan, hogy a, tudod, így van a főnök, is ő hülye. Tehát, hogy ez így, szerintem ez így, a, így ott van, hogy a, tudom, én jobban tudom, és de sajnos ő a vezető, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy nem, nem a, tehát, hogy és akkor ezt így még mixelem ráadásul egy olyannal, hogy szerintem van még egy ilyen erős faktor is így a így, így, így közöttünk, vagy köztünk, vagy körülöttünk, ahol az van, hogy többre vitte, tudod, de egyébként én jobb vagyok, meg ő tök hülye, de hogy egyébként annyit nem akarok mondjuk oda tenni, hogy beletenni, hogy én oda jussam. Szóval, hogy ez szerintem egy ilyen én ezt így ezt láttam egy gyerekkortól, hogy hogy nem, nincsenek jó vezetők, meg ilyenek, és akkor amikor így találkozol egyel, vagy így találkozol egy olyannal, akivel, nem pont ez illik rá, és akkor egy kicsit ki tud egy ilyen kis ablakot nyitni, hogy na nézd, itt van egy pici fény, és akkor oda lehet körülé állni, hogy wow, az tök jó, mert egyébként akkor én is lehetek ilyen. Tehát, hogy szerintem ezért érdemes erről beszélgetnünk, mert lehet, hogy mi most láttunk ilyen, majd eljutunk oda, egy-két évad múlva, hogy azt mondjuk, hogy lehet, mi is ezek vagyunk, de hogy... Biztos. Vannak eljutunk oda a szituációk nem. Szerintem van... Na, abszolút, abszolút. Szerintem azon, hogy már azon, hogy beleteszünk az energiát, és gondolkozunk ezen az egészen, hogy mi jók vagyunk-e, azzal már szerintem egy tök jó úton vagyunk ahhoz, hogy, hogy, hogy akár jobbak legyünk, mint mondjuk, nem tudom, amit, tudod, amikor amikor messzebbről, még messzebbről kezdem, amikor tudod, így belementem ebbe az egészbe, hogy jó, igen, dolgozok, mit tudom, mert csinálom, évek óta benne vagyok a szakmában, és akkor hova menjek, hogy mit csináljak, és így volt az a motivációs faktor, hogy igen, látom, hogy nem tudom, egy vezető mondjuk mit csinált jól, és akkor ezt próbálom utánozni, vagy imitálni, még nem megy, és akkor utána, hát figyeljetek, én is ki akarom próbálni ezt, mert neki így ment, én szerintem tudnám máshogy csinálni, és akkor ez egy ilyen húzóerő, hogy, hogy előrébb menjünk, és szerintem erről jó beszélgetni, hogy van ilyen, van ilyen pozitív példa is akár, hogy mi tanulni akarunk ebben. És ti is, kedves hallgatóink, mivel már hallgattok minket, és erről együtt fogtok velünk agyalni, like, share, subscribe, a további hosszú évadokon keresztül, ezért ezért már ti is valahogy elkezdtetek nyitni abba az irányba, hogy hogyan lehet ezt máshogy vagy jobban csinálni. Ahogy egy kedves cimborem szokta mondani, száz lájk like alatt senkik vagyunk. Ezt fogom <laughs> csinálni, amikor így De hol? Után, bárhol. Jó. Bárhol. Egyébként van egy, van, nem ez a téma még mindig ma, még mindig nem mi el a témához ma, de hogy <laughs> de nagyon... Van témánk. Van témánk egyébként egy, egy egyeztet témánk, de hogy nagyon ö, nagyon sok olyan terület van a vezetés elméleten belül, amit egyébként nagyon szeretek, és az egyik ö, kedvenc pont, amit egyébként mindketten mondhatok így organikusan, az egyik az az, hogy, hogy a főnöke az az ember, aki megmondja, hogy mit kell csinálni, uh -huh. vagy ez-e ez a főnök dolga, ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, szerintem egyébként abszolút nem. Ö, és a másik kérdés, hogy vajon a főnök, ő egy ő egy nagyobb szereplő -e, és most nyilván ezt nem lehet kívánni, hogy van egy hierarchia, mert van minden cégnél egy ilyen organigram, hogy akkor kikinek a vezetője, meg kikinek a beosztott, nem tudom, részébe tartozik, mert így működik az ember, hogy ilyen hierarchiákba tud jól gondolkodni, de hogy egyébként, és ez például nagyon tetszik nekem az amerikai kultúrában, aztán majd mondd meg, már te a hogy ez tényleg így van, de én mindig azt látom az amerikai kollégákon, hogy ott a menedzser az nem egy nem egy ilyen, nem tudom, kiváltságos, hogy jó, úristen, aki, aki valamire vitte, hanem ott ez egy ugyanolyan munka, amit valakinek meg kell csinálni. A és ez az érték, hogy van egy aradni más képesség, ami így abba a munkában jobban kell, és ez valakinek nagyon bejön, és csinálja, valakinek nem jön be, de mégis csinálja, az nem jó, és valaki nem jön be, és ezt tudatosan tudja, hogy nem jön be, ezért ő nem megy abba, ő abba az irányba. Lesz. És ő expert lesz, és akkor ugye ezt nagyon jó rá lehet húzni szoftverfejlesztőkre, hogy az egy értelmes cégnél nem az az egyetlen hogy ha már te vagy a legügyesebb fejlesztő, akkor engineering manager leszel. Lehet, hogy az a tracked neked, de egyébként lehet, hogy lesz, nem tudom, te, principál Engineer leszel, vagy valamilyen architekt szintekig mész, vagy, vagy valami hasonló, VP of nem tudom, akármi, de hogy de hogy igen, ez, ez, ez a két téma az egyik, hogy vajon a főnöknek az -e a dolga, hogy megmondja, hogy az mit kell csinálni. Az a gondolatom, már... erre gyorsan rácsatlakozok, hogy a főnöknek a, 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 a jó pejoratív értelmében a főnöknek az a dolga, hogy, hogy majd ő kitalálja, meg majd ő tudja. És és általában azok az emberek, azok, akik nem feltétlenül kedveltek a beosztotjaik körében, de a vezető, és én nem akarok el ezen a dikotómián menni, ez nem tudom, magyar szóval mindegy, hogy, hogy a vezetők azok pedig inkább hajlanak arra, hogy, hogy akikkel együtt dolgoznak, azoknak a, a sokkal több tudására a igen támaszkodjanak, hogyha nekik kell mindenáron döntést hozni, ha pedig nem, akkor pedig bevonják a, az embereket a csapatukban, hogy hát ti értetek hozzá, csináljátok úgy. Igen. És volt egy második, amiből belevágtam. De a másik csak annyi, hogy a, tehát ugye ez, ez, ez az első, hogy akkor megmondja, vagy nem mondja meg. A másik meg, hogy, hogy azon túl, hogy a céges, nem tudom, organigrammon, ahol a CO-tól indul az egész szervezet ott végül is azon túl van-e bármilyen menőség abban, hogy te vezető vagy, és egyébként én sose gondoltam magamra úgy, hogy én most valaki vagyok, mert vezetői pozícióban dolgozom. Én úgy gondoltam erre, hogy ez is egy munka, amit valakinek meg kell csinálni. Néha egyébként rühellem, néha nagyon szeretem, és szerintem semmivel nem szállítok több vagy kevesebb értéket, mint nem tudom, bárki más a, cégbe. a, a cégben. Picit kontextusban rakom, mert szerintem ez egy ilyen ez régen szerintem szóval nekem gyerekkoromban ez egy ide idealizált kép volt, hogy, hogy ő a vezető, ő a, nem tudom, akár a tudás őrszője is, tehát hogy ez egy ilyen magasságra emelő valami volt, egy ilyen, egy ilyen kis lufi, és, és hogy ez nekem most tök, így, tök máshogy néz ki a mai szemszögömből, hogy, hogy funkcionálisan van egy vezető, akinek valószínűleg más szkíjai vannak, mint azoknak az embereknek, akiket vezet, vagy, vagy másban jobbak, vagy más tudása van, vagy lehet, hogy tök az is lehet, hogy mit tudom én, onnan nőtte ki magát, és azért megvan ez az, ugyanaz a tudás, de ugye az, az a tudás utána abba a pozícióban meg már kevés lesz, tehát oda meg már más, más, más skillseteket kell, más, másra kell gyúrni, ugye? Tehát, hogy ideig bicepszeztünk, de most már egy kicsit lábazni is kell, hogy, 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 hogy akár egy másik menedzsmenttel, vagy akár egy organizációra tudjunk hatni, ahhoz nem ugyanaz a skills-et kell. Úgyhogy ez egy ilyen, tudom, ilyen Arról még talán, még az ugrott be, hogy talán arról majd beszélhetnénk, hogy, hogy, or, hogy hogyan fejlődnek ki, mert szerintem van egy ilyen tök átlagos modell, tudod, hogy te jó vagy a munkádban, úgyhogy menedzser leszel, és akkor ez egy ilyen, hm, hogy tessék, lássék, old meg, és abban meg, abban nagy ilyen, tehát hogy abban meg olyan nem, abban vannak a félőrök igazán, amikor nem tudunk igazából támogatást adni neki, és az makárat, minket is hogy ha... a jobb vezetővé tesz, hogyha tudunk neki támogatást adni, de csak szeretném kirakni ismét a diszklémert, hogy de mi nem olyanok vagyunk, ugye? És erre mondtam, hogy szerintem van olyan nap, meg van olyan meeting, meg van olyan óra, amikor amikor rólunk is valamelyik csapattagunk azt mondja, hogy hát ez, szülje. Ez teljesen. Én jó. jobban tudom. Vagy ja, nem persze. Is ez, hanem hogy az, aki. Épp ott persze. Tűnt, az nem az nem mondja, az mondja az hogy elrontottuk. Tehát elmondja azt, hogy figyelj, ezt jobban lehetett volna csinálni. Igen. De hogyha tanulunk belőle, akkor szerintem abszolút megbocsátható. Igen, és ez a, ez a lényeg, hogy hallgatni kell arra, hogyha mondja, és akkor megpróbálni beépíteni. És van, hogy lehet, van, hogy nem lehet, mert, mert van nekem is volt olyan, amikor el kellett valakinek mondanom, hogy fiú, tök valid a feedback, értem, egyet is értek vele, nem fog tudni mit csinálni, mert most olyan a körülmény, hogy nem tudok mit csinálni. Ez most a dia. ezt kell vagy elfogadnod, vagy nem elfogadnod. Majd beszélhetünk a jó vezetőnek a, a skillszettjeiről, amit a kis pocokban hozott, mert, mert ez szerintem egy nagyon fontos skill, hogy, hogy tudjál, tudjál olyan, feedback visszajelzést adni, a feedbackre visszajelzés, a feedback feedbackje. Mindegy. Meta. Majd meta. kitaláljuk, hogy, csak hogy, hogy, úgy tudj reagálni éles helyzetekben, hogy még akkor is, hogyha tudod, hogy a másik embernek van igaza, nem azt mondod, hogy jaj, tudom, és, és az én főnököm is milyen, hanem, hanem az álláspontodat egy, egy ilyen nagyon konstruktív, meg, meg tudatos módon tud, tud képviselni. Igen és amúgy a legjobb, legjobbnak a kiemelése vezetőnek, ami abszolút nem egy rossz dolog, tehát nem azt akarom mondani, hogy ezt fejezze mindenkibe, mert nem, de hogy ezen nagyon sokat szoktam gondolkodni, és nyilván nekem ugye ilyen a szoftverfejeztés iparákhoz kapcsolódó tapasztalataim vannak, de úgy mindig elgondolkodok rajta, hogy vajon van-e értelme a legügyesebben műtő sebészt kinevezni kórházigazgatónak, és ő nyilván nagyon örülni fog a az extra juttatásnak. Szerintem valószínűleg nem fog örülni az extra feladatnak. Fel, És ha van egy sebész, aki egyébként műteni, műteni. Igen. Tehát És az az a műteni ért. szeret, valószínűleg ért is hozzá, de mivel ő a legügyesebben műtő ember, ezért őt rakjuk be igazgatónak. És nyilván az, az is nagyon fura lenne, hogyha egy olyan embert raknánk be kórházigazgatónak, aki meg soha nem látott kórházigazgatót. Tehát én nem lennék jó igazgató, pedig van egy azt gondolom, hogy a vezetésnél mindig van egy közös metszet, akármit is vezetsz, hmm. tehát a kórházigazgatónál is vannak olyan dolgok, amit ugyanúgy csinál, mint te meg én, mint engineering menedzserek, de hogy, de hogy egyébként kell kórházi tapasztalat, de nem biztos, hogy a műtős a legjobb, és lehet, hogy van egy olyan orvos, aki egyébként meg nem olyan jó műt, de hogy amúgy elképesztően jó kórházigazgató, na és ezt, lenne. Ez szokták lenne, és szerintem ezt szokták nagyon elrontani, hogy hát nyilván az az ember tűnik ki a tömegből, aki nagyon kiemelkedik, és akkor valamiatt ő lesz a vezető, mert hogy őt ki kell emelni. De hogy egyébként meg ugye nagyon sok vezetéssel foglalkozó könyv, angol nyelvű podcast, YouTube videó, stb. elmondja, hogy nem feltétlenül ez a legjobb minta, sőt, legtöbbször nem szokott olyan nagyon nagy sikerre beválni, hogy a legügyesebb emberedet megteszed vezetőnek, mert észre lesz, hogy ott egy kicsit más a skillset és lehet, hogy ő se fogja azt jelvezni, hogyha ott van. Így, így. Szerintem most azt gondolom, hogy kb. fél időnél tarthatunk a felvételi időnkből, amit nem mondunk el a kedves hallgatóknak, hogy igazából az első 30 percet kivágtuk, vagy csak 10-et. Ki tudja? Um, lehet semennyit. Lehet semennyit. Az első lehet uh, hosszabb. Megengedő vagyok. Az első uh, lehet hosszabb? Oké. Okay. That is what már she said. Bocsánat, belevágtam a szabadba. De arra gondoltam, hogy most így kb. fél időnél vagyunk, úgyhogy... Viszonylag könnyen megengedhetjük magunknak, hogy áttérünk a témára. A témára, a témára mm. nagyon nagy. Témára. A mai témánk. Ezt az átkötés dolgot azért még így, így, így gyakoroljuk. Tehát, Nem szerintem ez jó, ez jó, szerintem jó volt. Jó, jó volt. Képzétek el, um, holnap lesz egy fesztivál, night Fest, és arra viszek egy témát, és akkor mint egy rendes mint előadó. Igen, igen, mint előadó, köszönöm. A, és mint egy rendes előadó, ugye? Tehát, hogy erre készülök. Annyira készülök, hogy már holnap van, úgyhogy most már ma, ma kitalálom, hogy miről fogok beszélni. És arra gondoltam, hogy megimitálnak titeket erről, hogy beszéljünk mi erről, és akkor hogy a, mi a téma. Két válaszom van erre, az egyik az, hogy hogyan építsünk nagyszerű engineering csapatokat, és, és uh, van ebben egy kis ilyen problémám, hogy nem tudom, mit jelent az, hogy nagyszerű. Great. Igen, igen nem, ez az a... abszolút a jött, de hogy így labzárta után már nem tudtam megmódosítatni a a, a tájtőjét az előadásomnak, úgyhogy majd, e, majd egy ilyen, a retorika az lesz, hogy majd egy picit ilyen tudjátok, hogy erről beszélek, de egy kicsit inkább nem erről, hanem inkább elmondom, hogy mi a alternatív címem. És ami hogyan, pedig, bocs, hogyan fogalmaznád meg te? Az vagyok, mi az, az alternatív? Féj, 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 féj. Jön. Az a gondolatom, hogy hogyan építsünk hatékony Dír, köszönjük, Aztán. megérkeztünk. Még egy, van még erre is egy kérdésem, minden ilyen vagyok. Hmm. Mi az, hogy hatékony? Hogy, hogy, az, hogy, hogy Ivan, na, Nem is hogy miért. hogy mondod el, én nem tudom. Abszolút, abszolút. Tök jó, én ezt ilyen egydimenziós képzeltem el. Szóval az van, hogy az a hatékonyság teteje, amikor nem kell várni valamire. És ez a, ez a, ez a gondolat így, amiről el akarom indítani a beszélgetést. Most ez egy ilyen, nyilván, nem tudom, ezer módon meg lehet ö, nézni azt, hogy hogy hatékony egy szervezet, hogy hatékony egy csapat, nem tudom, lehet mérni mindenféle lead time-ot, minden, tehát, bár, tehát biztos van legalább öt, öt, módja, ami, a, a, amit ki lehet, amit így elő tudnék venni zsebből. de hogy most ezt egy ilyen egy építettem föl, már hogy erre szeretném felhúzni így a gondolatiságomat, hogy hogyha várni, tehát hogy hogyan tudjuk kiszedni azt az egészből, hogy várjon a csapat, és akkor ez ez ilyen, ilyen, ilyen pont nálam, hogy hát mikor vár a csapat? Tehát ugye ez a kérdés. Hát azok akkor vár a csapat, amikor valamilyen külső, külső dologra vár, ugye? Tehát, hogy vár a, nem tudom, a dependenciájára, tehát egy másik csapatra esetleg, vagy hogy valaki megvegyen egy szoftvert, vagy bármire, vagy akár arra is várhat, hogy megszülessen egy döntés, megszülessen egy döntés a vezető által, mert hogy a, ugye mi vezetők vagyunk, és hogy a vezetők döntenek. És hogy, és, mond, uh, igen, lehet, mond, hogy látszunk, cég, az, igen, lehet, hogy nem nem látszott a, a mosoly az arcomon. Szóval, hogy um, meddig vigyem el azt a retorikát? Tehát, hogy meddig, meddig meséljek erről, hogy én, mert egyébként az a felvezetésem, hogy arról beszéljünk, hogy, hogy egy ilyen közös... Én fülelek, ez egy podcast, oh, okay, okay. beszélni kell, azt hallottam. Jó. Ah. Majd is közbevágunk, ha van Nekem ez tetszik, de már egyből arra gondoltam, hogy amikor csapaton belüli dolgok miatt kell várnod. Igen, ugyanez, nekem is ez. Akkor, akkor egy jár az anyuk, akkor lehet, hogy a hallgatók is erre gondoltak volna. hogy, hogy az benne van-e most ebben a modellben, amit éppen felvezetsz nekünk? Hogy szerintem igen, egy részben. Tehát, hogy, hogy a várakozás, az, tehát ugye annál a részben, amikor azt mondtam, hogy dependenciája, egy külső dependenciája, simán lehet belső dependenciája is, hogy mit tudom én, egy mint az öt főből kettő valamint dolgozik, aminek kell az outcome ahhoz, hogy a másik három tudjon utána eredményes lenni. Hogy így abszolút, abszolút vannak interim inter inter dependenciája is egy csapatnak, de hogy valahol el kell kezdeni ezt a, e ezt a modellt, és akkor úgy úgy fűztem, vagy úgy a gondotiságom úgy ment ezen tovább, hogy ha van, ha van egy vezető, aki mondjuk döntéseket hoz, van egy környezet, amiben nem tudom, dependenciák vannak, hogy lehet tovább menni, És akkor az első gondolatom az volt, hogy amikor írtam otthon a széjegyzéket, hogy hát adjuk fel ezeket a külső dependenciákat, mert az egyébként hát nem, nem, könnyű, de hogy ez ilyen könnyű mondani. És akkor hogyan legyen hogy lehet ezt feloldani? Hát legyen egy olyan cross csapat mondjuk, ami lefedi skillsetben a, a vagy tehát egy tudásban lefed mondjuk azokat a területeket, amire eddig dependált, tehát meg tudja magának házon belül oldani ezeket a problémákat. Vagy ez lehet akár mondjuk, mit tudom én, egy embercserével, és akkor beülnek oda, nem tudom, a szoftverfejlesztők mellett az infra, infra, csapat, vagy lesz egy SRS dedikálva csapatba, aki majd release el vagy bár, bármilyen mód, módszere. Szóval legyen meg az a skillset. Viszont, hogyha ez a skillset, és mondom, ez egy, szerintem már önmagában megéri megér egy ilyen misét, hogy, hogy tudom, órákat lehet arra beszélgetni, hogy hogyan lehet konszfunkciális hogy a család, vagy hogyan működik, hogy nem működik. És ö, emellett viszont arra szerettem volna kiegyezni az előadást, hogy van egy vezető, aki döntéseket hoz, és valószínűleg ez a vezető előbb-utóbb ő lesz a szűk keresztmetszet. Tehát azért, mert hogy nem tud annyi mindenre figyelni, nem tud minden ott lenni, szabadságon van, akkor döntésképtelen esetleg ez a csapat, vagy hát diszfunkcionális lesz emiatt, mert hogy van egy, van egy erős vezetés. És akkor ez a vezető nem csak, szerintem nem csak egy menedzser lehet, tehát aki a, tudjátok, aki a, a fákja vívő is. Főnök. A főnök. Igen, nem csak a főnök lehet, hanem ez lehet egy, ez egy tech is, egy tök ügyes tech aki mindenre rá kell mondja az igent, hogy, hogy az jó. Vagy akár lehet ez egy UX designer is, aki szállítja, szállítja, szállítja a felületen, hogy, hogy mihol legyen, mi hogy nézzen ki. Vagy legyen ez egy a aki elmondja, hogy mi most mi, milyen prioritásban fogunk mit fejleszteni. Szóval egy csomó vezető van szerintem egy csapatban, és mindegyik egy, -egy pici battle ilyen... Battle -nek. Igen, pontosan. Egy ilyen kis szűk keresztmetszet, ahol akiket így megérné valahogy kiszedni a rendszerből. Már nem azokat az embereket, hanem magát ezt a, ezt a, ezt a szűk keresztmetszetet egy kicsit ö, tágítani. És akkor az a, a gondolat is engem, hogy ez igazából szerintem lehet, a, mégpedig úgy, hogy az emberek, akik a csapatban vannak, felveszik, a, felveszik ezt a szerepet. Felveszik a szerepet, hogy döntsenek. És ahhoz, hogy dönthessenek, ez valószínűleg kell egy ilyen, hát most csúnyán mondva, egy ilyen engedély, ugye? Tehát kell a ki a kell mondja a fő? A felhatalmazás kell. A főnök ki mondja azt, hogy figyelj, figyelj Júzi, te ezt most így eldöntheted. És akkor ez egy ilyen call to action, tehát most abban az egy esetre Júzsi el fogja dönteni, amit kell, de ugye ez még nem, még nem annyira szexi. És akkor itt van egy olyan is, hogy most így egy angol szó, olyan, hogy ownership mindset. Tehát, hogy hogy lehet kiépíteni azt, hogy valaki sajátjának érezze, hát, amint dolgozunk, a problémát magát, vagy, vagy maga a cég amiben dolgoz, ezt érzi azt, hogy fi, ez egy kicsit az enyém is. És ez a gondot mondjuk olyanokat, olyanokat, olyanokat tehát, egy, sőt, még mielőtt, hogy tovább megyek, egy, egy ilyen példával hagyják, hogy hogy itt szerintem az átlagember is ezt megérti, hogy mit jelentet ez, az az, hogy ha mész az irodában, és van középen egy ilyen túrórudi papír, le van eső, vagy egy kicsit a szélén, de hogy így azért észreveszed, hogy ott van egy ilyen, ilyen csomagolás, és az van, hogy nem várod meg, míg a takarító fölveszi hanem hogy odamész, és fölveszed és bedobod a kukába, mert hogy érted azt, hogy ez egy közös érték, hogy hogy ezt te szívesen csinálod azért, mert ezzel valamit teremtesz, és akkor ez a mindset kiépítés szerintem egy tök fontos lé, lé, lépés, hogy hogy hát legyen meg az embereknek, hogy miért csináljuk ezt, hogyan csináljuk ezt. Nagyon tetszik, amit mondasz, kicsit belekötök a Turorudi papírba, értem azt, hogy azt mondod, hogy nem az én munkám, De én is megcsinálom. Jó, bocsánat, értem a meg nem nevezett csokoládénak a csomagoló papírját. Pötyös <laughs> uh, mintájú <laughs> És, és uh, azt is értem, hogy ha mondjuk van egy cross-funkcionális fun csapatom, akkor uh, vannak olyan tudásanyagok, amik nem feltétlenül az én birtokomban vannak, viszont hajlandó vagyok meghozni a döntést, mert tudom, hogy sokkal fontosabb az idő, mint az, hogy ezt most a legjobban hozzáértő ember hozza meg ezt a döntést. Mert nagyon sokszor kiavítani valamit egyébként egyszerűbb, meg időhatékonyabb, mint hogy hat ember vár egy döntésre vagy egy pillanatban, vagy megbeszélni pontosan. És volt egy másik dolog is, ami ami elindított, de azt lehet, hogy nem fogom tudni megosztani veletek ebben az időpillanatban, hanem átadom vissza a szót. Rá, rá, reagálok. rá reagálok. én is. Nekem a az ownership mindsetes részével egyetértek, bár ott is ö, nagyon ki tudom nyitni az ownership mindset is olyan szempontból, hogy, hogy, van egy szint, ameddig az egy nagyon jó dolog, és van egy szint, ami után meg szerintem egy pont a hatékonyság robására ö, tud menni. Most nagyon egyszerűen csak arra gondolok, amikor tud, tud kialakulni olyan, hogy valaki már annyira a sajátjának érzi a dolgot, hogy igazából pont ez lesz a, az ilyen haladást gátoló dolog, hogy mivel az mm. ő a sajátjának érzi azt a dolgot, ezért ő minden oldalról is tökéletes És akkor ugye rögtön bejön az incrementalista vagy a komplecionista hozzáállás, ezek is jobban hangzanak egy kicsit angolul. Próbálom a hunglist kerülni. Én, uh, nem. én nagyon, én, én erre régen büszke voltam, hogy mennyire uh, választékosan tudok magyarul ilyen szakmai dolgokat mondani. Aztán elmúlt. Aztán elkezdtem dolgozni egy helyen, ahol angolul kell beszélni, és csak azt hiszem, hogy néha csak a kötőszavak vannak magyarul, szóval már így akár angolul is mondhattam az egész mondatot. Um, én még a hatékonyságot akartam egy kicsit pedzegetni. De még mielőtt pedzegeted, én az ownership mindsetre egy pillanatra visszatérnék, mert ezen bejutott, amit akartam mondani. Mond. Ami szerintem nem feltétlenül volt benne eddig a talkotban, de nekem nagyon benne van a mindennapjaimban, hogy pont az IT-ben annyira fiatalok vagyunk összességében, mi már annyira nem, de, de a, a Ú, junior fejlesztők, fiam. a junior fejlesztők annyira fiatalok, és hogy nem csak az, hogy te hogyan építed ki az ownership mindsetet egy munkahelyen, egy olyan termékkel kapcsolatban, amihez utána valószínűleg fogalma sem lesz, uh -huh. vagy, vagy nem lesz, nem lesz a, a szupportjába benne, hogy amikor az emberek nem tudják, hogy amúgy milyen az ownership a magánéletükben, mert, mert soha nem volt egy saját háza, vagy, vagy, egy bármi, vagy, vagy, valami, amit nem a anya vett meg, és ezt most minden szeretettel mondom nektek, kedves fiatalok, ha már minket hallgattok, akkor az már eleve tök jó, de hogy, hogy nem csak a cégen belül kiépíteni, hanem megtanítani őket arra, hogy, hogy jó, nem otthon vagy, nincs itt anyukád, nem fogja felvenni a meg nem nevezett csokoládépapírt helyetted, és még akkor is, hogyha felveszi a takarítónő, neked amúgy az nem kerül semmibe. Több Igen. mint valószínű. És e, ugyanezt a munkahelyen is, hogy hogy az, hogy ez a termék nem a tied effektíve, te csak dolgozol rajta, quotes nem látjátok. Öm, akkor is valahogyan, valamilyen absztrakciós szinten, hogyha úgy állsz hozzá, mint a tied lenne, akkor feltételezzük, hogy jobban fogod csinálni. Zárója! Igen. Igen. Nekem a mostanában a én nagyon sokáig mindig az ownership mindsetet emeltem ki, és mostában inkább az a sláger témám, amit uh, kis pocok biztos tud, mert a bitrájznál is nagyon sokat magyarázok erről, az, a, az az, ilyen aktív hozzáállása a dolgokhoz. És ez is Nem nagyon sokféleképpen proaktív. proaktív. is lehet, meg úgy is van olyan tan, ahol úgy nevezik, hogy a, hogy a victim mindset, meg a player mindset, uh -huh. ugye, meg van olyan, ahol az aktív, meg a passzív és tudsz nagyon sok hasonló kifejezés, de hogy ugye a nagyon jó példa az a, és ez, ez inkább magyarul beszélő helyen jön elő, de van az a kifejezés magyarul, hogy az volt a mondás, és ezt hmm. én nagyon, mindig nagyon jókat mosolyogok, mikor az elhangzik egy megbeszélésem, mert az az volt a mondás, az ugye az ennek az ilyen kicsúcsosodása, hogy valaki valahol valamit mondott engem, nem is érdekel, nem is tudom, de én azért így csinálom, a a hogy nekem megengedik, hogy a másik csapat, meg nekem megengedték, hogy használjam a piros tűzőgépet, mert az volt a mondás, uh -huh. most mi nem használtam a piros tűzőgépet, és hogy a, ahogy itt jön elő szerintem, hogy az aktív versus passzív, és bármelyik másik ilyen két hasonló szót találhatsz, ott, ott valami olyasmi jön be, hogy aki, akinek inkább egy ilyen aktív, proaktív, hozzáállása van a dolgokhoz, ő, ő látja, hogy ott a, a, csoki papír, és akkor föl fogja venni, de még lehet, hogy azon is elgondolkodik, hogy miért került oda, lehet észrevesz, hogy nincs mm -hmm. ott a kuka, bármi hasonló, és ez ugyanúgy rá tudod húzni erre, a, az analógiára, de mondjuk arra is rá tudod húzni, hogy, hogy, és ez a kedvenc példám ebben a sztoriban, hogy, hogy van, aki látja a csoki papírt, nem csinál vele semmit, leül, aki látja a csoki papírt, fölismeri, hogy az nem jót, azt mondja, hogy ez nem az én dolgom, hogy ne legyen ott, és szól az irodavezetőnek, Uh -huh. hogy e kéne tüntetni a csoki papírt. Van, aki kidobja a csoki papírt a kukába, megnézi, hogy ott volt -e a kuka, stb. De hogy van az a fajta megközelítés, amikor hát ott egy csoki papír, hát ez az ide is már olyan, mint egy koszfészek, és akkor ez két napig egy ilyen téma, hogy uh -huh. ja, a csoki papír is ott volt hagyva. És ez, ez ugye nagyon, ez, a, ez, a, teljesen másik, másik vége a skálának, ami, ami meg mindent. De hogy a hatékonyság, mert én meg onnan, onnan ágasztottam le, amit, amit elkezdett a kis pocok mondani, hogy, az előző munkahelyemen én az ingatlan.com-nál dolgoztam a Bitrise előtt, és ott a, ott a hatékonyság az egy ilyen hátunkra volt tett tovább, mert ott a... A, a cégnek a tudatosságát. Úgyhogy nem ott... látta senki, csak mindenkinek a cégnek a Igen, <gül> igen. <gül> egy és igen ott, ott a cégnek a tulajdonosának a, a hatékonyság az egy ilyen. Tehát, hogy megkérdezte, hogy mi a hatékonyság, akkor így nem tudták jönni az irodájából, hogy nincs a tehát a 16 doboszt. darab könyv, és akkor, akkor ez most tautizé, a 10 akkor a klasszikus könyv, ugye a hatékony vezető, hmm. és így tovább. És hogy én nagyon sokáig gondolkodtam ezen, hogy mit jelent a hatékonyság, de hogy tényleg mi a a legegyszerűbb módja, ahogy ezt meg tudom fogalmazni. Egyébként nem rossz az se, hogy nem nem várok másra. Tehát ez, ez egy szemléletből adódóan, tehát egy lény szemléletből igen, egy hatékonyságot választottam. De hogy nekem a hatékonyság, én úgy, úgy fogalmaztam ezt meg, hogy hogyan tudok ugyanannyit, vagy akár többet is jóval kevesebb munkával elérni. Nekem ez a hatékonyság. És ezt rá tudom nagyon sok példára húzni, látom arra is húzni, hogy, hogy hogyan tudok mondjuk eljutni oda 50 évesen, hogy hogy mondjuk van már annyi megtakarításom, vagy valami olyan passzív bevételem, amivel már jóval kevesebb munkaórából ugyanazt a bevételt, Ilyet meg és akkor ugye hatékonyabban tudok élni. De hogy az irodába is be tudom úgy hozni ezt, a, ezt az analógiát, hogyha igazából van egy csapat, aki azt a munkát, amit egy hónapja, még három hét alatt nagyon sokat küzdve rakta össze, azt most ugyanazt a munkát össze tudja rakni, mit tudom én, kettő óra alatt, akkor ott valami történt, ami, ami az ő hatékonyságukat, hatékonyságukat növelte. És nekem azért, most a saját szempontomat mondom nyilván, hogy ez azért tetszik, mert a mert egyébként el, tud, el tudom azt képzelni, hogy van olyan csapat, aki amúgy nem vár senkire, de mégis elképesztően hatékonytalan, talán, mert uh -huh. hogy egyszerűen az, hogy nincs semmi olyan dolog, amire várniuk kell, mert amikor valami tök új dolgot csinálnak, ahol teg nincs semmire várás, de hogy mégis az, hogy már hónapok óta csinálják, és még mindig nincs ott, és még mindig nem. És akkor a nálam a hatékonyság az rögtön két ilyen út szokott vezetni. Az egyik ez a aktív, proaktív, nevez meg akármilyen hmm. megközelítés hozzáállás. A másik meg szerintem az, hogy a, az inkrementalista, meg az ilyen nagyon komplecionista embereknek egy megfelelő alánya. Ami mindig... Ez egy kicsit kifejted légy szíves, hogy milyen inkrementalista, meg a komplex van a Bármi. Renz nevű úriember. I hát, know, ones, yes, hát igen, I talked to Michael, Michael Lopnak hívják őt, ő egy magát úgy apostrofálja, hogy veterán engineering manager, erre mindig csak egy szoktam mondani, hogy ő a Netscape böngészőt, amikor fejeztettük, hmm. ott volt engineering manager, tehát van, vannak emberek, akik már azt se tudják, hogy mi az a Netscape böngésző, és ő neki van a, van a blogja, ahol nagyon jó bejegyzéseket ír ilyen humoros formában, és ebből megjelent neki a kis Managing Humans című könyve. És ebben is. van egy is többek között, most már azt három könyve is hogy mindegyiket nagyon, nagyon ajánlva vannak, tessék fölírni, Michael lop Nagyon ajánlva Michael, Michael, vannak. Ná... É, nekem passzív. az volt mondva a podcastban, hogy el, állja, el kell olvasni most van, ezt. Igen. Michael lopnak a könyveit, rend új embernek a könyveit nagyon ajánlja a Mefi meg szerintem a Fensi is. A, a Fensi is, is ajánlja, a Fenzia a Level Up Engineering podcastnak a két interjúját ajánlja Michael lopp aki ott az is, is nagyon, nagyon jó, vicces volt. Na, azt potthal meghallgattam, mert a Michael lopot nagyon nagyon kedven. Na mindegy, és neki volt egy bejegyzése, amiben leírta, hogy vannak az incrementalisták, meg vannak a kompressionisták, incrementalist versus completionist, és az a completionist, a... hogy behagyok, ah, be... I jön, see. Jön, all right. okay. És az a lényeg, hogy hogy az egyik ugye akkor örül, hogyha minél előbb valami kicsi dolgot megcsinált, azt oda tudja adni a felhasználónak, a bárkinek, és akkor röbb mehet a következő lépésre, és neki ez a, ez a dopaminfröccs. A másik meg akkor örül, hogyha 99,5 on már ott van, de még mindig kell neki még három héttel kész legyen, ő még azért kifaszázza a végét. Ez, ez nem az agilitás, ink inkrementusokba funkciónként átadjuk iterációnként? Ezt, ezt azért és, azért nem akartam, a, és a waterfallnak a... Ez az, de ezt azért nem akartam bedobni, mert az egyik kedvenc interjú kérdésem, hogy neked mi az agilitás, és ebből tíz, tízből nyolc ember azt válaszolja, hogy akkor scrum, meg kéthetes, mintek mm. internet, meg és tökre nem ez az agilitás. Az agilitás az ennyi, az az agilitás, hogy megpróbálod a leg gyorsabban szállítható darabot, az első harapást megtalálni a feladaton, és megtalálod azt a módot, hogy azon tudsz utána iterálni, és folyamatosan javítani. Tehát, hát, mert a Scrum az csak egy eszköz, az csak egy ahhoz, eszköz, hogy elérjük azt, az az, hogy kapjanak az funkciókat de a kérdés megrendelők. Ezt, ezt is fogjuk beszélni. So. Ezt, ezt teljesen össze ez van ez ez már mosódva, és, és már az is az annyit jelent, tehát a, van egy... Ö, kedves címborám, aki egy, és nem mondok direkt cégre, most nem mondok Meg címban, nem nevezett cégnél dolgozik, én meg nem nevezett telekommunikációs vállalatnál <laughs> dolgozik, és ezzel leszűkítettük yeah. egy ott hatra. És mondjuk ahol, a transformátor a ahol volt, ahol volt agidis bevezetés, és az agilis bevezetés ott azt eredményezte ő neki, aki egy mérnök az egyik csapatban, hogy most már nem csak az A rendszerbe kell bevinnie, hogy mit csinált, meg a B, B. rendszerbe, hanem az új rendszerbe, amit úgy hívnak, hogy Jira. Most már abba is bele érni, mert ott már vannak, vannak tiketek. Hát ez az, agilis meraz, az, igen. Tehát, hogy a igen. Gira, ha Jira, akkor, akkor, az egy agilis működés. Így van. De... És mondta, hogy van Diri stand így, így, van, de... 43 on vannak benne. Dír! Reggeli értek, igen, értek, igen, az nem lesz, nem értek. értek De ott nem vezették az agilistáit. ezért, Tehát értek akkor értek csinálják a waterfall két hetente. Így van, két hetente. Meg, hát azt mondják, hogy, hogy, nagyon jól állunk, tök agilisan haladunk. Egy év múlva kimegy a szoftver. Én egyszer hallottam egy nagyon jót, egy a home office-nak a rejtelmei, ugye, hogy esetleg kedves barátaidnak is a meetingébe belehallgathatsz, nem mondom el a cég nem, de az is egy mamut, és akkor, a, és akkor a te hogy állsz, te hogy állsz, és akkor we are making huge progress. És ezt elfogadták a meeting, hogy we are making huge progress, és ez volt a ez mm -hmm. volt az, ami történt Én pedig ültem ott ami, egy, ami az az. egy nappaliban, is, rögtem magam, hogy ez aztán a búsítatai a gyerekek. Abszolút. Na és hogy az, hogy van ez, a, ez az incrementalist versus completionist elmélet, aminek ugye az a lényege, hogy vannak emberek, akik ettől örülnek, hogyha piciket tudnak harapni és haladnak, tehát folyamatosan haladási érzésük van, viszont vannak azok az emberek, akik tényleg az van, hogy már csak fél százalék kell. Igaz, hogy az háromszor annyi idő, mint eljutni a 99 és fél százalék, de azt be kell fejezni, addig nem lehet hozzányúlni. És az, az van, azért tetszett nagyon a rendsznek a, a hozzáállása, mert ilyen agilis dolgokról beszélő emberek, ők ugye úgy mondják, hogy a másik iskola, ezek a komplecionisták, nem tudom, hogy ez egy szó el, amúgy ezt szoktam így most, most már most a komplecionist után már amúgy nekem világos. Igen, és hogy ők, ők ugye a, ők az ördögnek az emberei, de hogy amúgy ez nem igaz, a rend tök jól leírja, hogy az van, hogy nagyon attól függ, hogy mind dolgozol, meg hogy egyébként ebből egy jó egyveleget kell összeraknod, mert egyébként közben azért valljuk be, hogy ha mondjuk most azt mondanánk, hogy a nem tudom, ezt a lézeres szemműtétet végző gépnek a szoftverét is úgy csinálták, hogy hát figyelj, már az első hátját leszettem, most azt már odaadjuk a Következő aztán, hogy A Következő iterációba pontosítunk. Nyilván, ez egy rossz, a... rossz példája. A, a szoftver sem remélem, a Abból egyébként legyen egy epizód, mert arra van egy, egy tengerni akartam egy óriási hosszú blogbejegyzést írni, csak aztán nem valahogy nem jött össze, hogy, hogy ott milyen tipikus szoftverfejlesztési, ilyen problémák voltak, ami oda vezetett, Most a volt a, bűn bűn a bűn Nikolás Minsznek egy előadása. Na majd megnézem. Fú, csapjuk majd ide még a Siemens vonatoknak a szoftverfejlesztését, fejlesztését, arra, arra még Igen. Van pár ilyen gondolatom. Szóval, hogy, hogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ezekből az emberekből egy, egy megfelelő arány legyen bent a csapatban, mert hogy egyszerűen van olyan -e része, akármilyen szoftvert is csinálsz, amit azért tök jó lenne tényleg nagyon végig gondolni, és nagyon, nagyon izé, de hogy egyébként a nem tudom, te a repülő az egy jó példa, a fedélzeti számítógép, az, az, nyilván egy olyan dolog, ami ott elég fontos, mert hogy az mégiscsak fontos, hogy az, legyen a nagy tesztlefedettség, meg ami kell, de hogy egyébként kint hátul az a kis szórakoztató panel, ami az ülés hátsó részébe be van építve, hmm. ha most ott pont lesz három bag egy utazás során, akkor azért ott nem lesz akkor nagy impaktja, és azért ezt én nagyon sokszor egy szoktam mondani, hogy milyen jó, hogy szoftverfejlesztésben dolgozunk, mert itt azért mégse az, hogy valakinek a feltárt melkosába kell az ereket ott összekötözgetni, de hogy azért a szoftverfejlesztésben van is van, olyan, olyan szoftver. Annak, van olyan szoftver, meg ugye van olyan szoftver, mint a repülőgép, ahol, ahol azért egy, egy picik is bága rendszerben okozhat egyébként, okozhatja azt, hogy, az, hogy lesz a Problémákat. igen, tehát hogy nálunk beesik egy bág, is valami történik, akkor az az így nem ember életben mérhető. Szóval, hogy igen. Kedvem az egy elégedetlen csinál. customer, ami igen, nagyon igen, rossz, igen. nagyon szomorúak vagyunk tőle, de hogy senki nem halt meg a nap végén. Tehát, hogy nem. Már beszéltük, hogy ez nem cég de, mindegy, de ez a, nem cég De hogy egyébként <laughs> bon, pont, erre, erre ráülve, hogy, tehát, hogy volt egy olyan gondolatom, hogy nem tudom, vég, végtelen számú szoftverfejlesztési lehetőség van a piacon, de hogy nem tudom, lélegeztetőgépekhez, azért nem akarok szoftverezni soha. Tehát, hogy nem az van, hogy, hogy ebben én most nem vállalom azt, hogy csinálk egy hogy Én egyszerűen úgy meg akarom nézni. Nekem egyszer van, van egy ilyen két, két ilyen nagyon vislisztes, hol lenne jó dolgozni az informatikában elemen van. Az egyik az valami komolyabb játékfejlesztés, tehát nem mm. ilyen kis mobilappos gyártós valami, hanem egy ilyen, ilyen komolyabb, nem tudom, valami nagyobb. Akkor a Rockstar az Hát a Rockstar az nagyon szívesen mennék. Azért Még ilyen. annak ellenére tudok onnan a sztorikat, ami nem biztos, hogy jó, de nekem a GTA egyébként a kedvenc, uh -huh. meg a Rockstar egyébként a kedvenc rendem, úgyhogy ott azért. csak már nincs ott az a gárdon, akivel dolgoznék. A másik meg az pont ez, hogy valami, valami annyira olyan informatika, amihez tek semmi közöm nincsen, tehát hogy uh -huh. nem tudom, a, mit tudom én a automata kávéfőzőgépnek a tudod a izét, vagy nem tudom, valami teljesen izé, már lélegeztető repülőgép. A neurológiai nem tudom, az az a nagy cucc, ami pörög, nagyon durva, nagyon durva össze nagyon durva. kicsit el Igen, az igen, a hogy hatékony csapatok, nagyszerű csapatok. Mint mi? Nagyszerűen hatékony csapatok. Nagyszerűen. Abszolút, még egy ilyen gondolatot behozok, mert szerintem, hogy nem voltunk mi azért olyan messze abban, amikor, a, a, amikor én azt mondtam, hogy ownership mindset és hogy proaktivitás. Szerintem Egyen azért nagyon van. közel van. Amit, amit hogy megpróbálj más, egy, egy, picit máshogy nevezni ezt, hogy ez a, az a bevonódás, amit én igazából úgy keresek. Tehát, hogy amikor az emberek hogy így tényleg szívesen csinálják. Tehát, hogy nem, nem feltétlenül azért megy be dolgozni, mert mit tudom én, megjön a hó végén a fizetés, hanem hogy csak, hogy most egy erős, mert hogy nem tudom, a kutatás szerint valószínűleg, hogyha most így fölcsapnánk, valószínűleg ilyen 5% környékén lehetne azok, akik hobbiból mennek dolgozni, úgy, úgy, értem azt, hogy amit csinálnak, azt nagyon szeretik, tehát valószínűleg nagyon, nagyon rossz az arány ebben, de hogy egy kicsit tényleg az, hogy, hogy én ezt szívesen csinálom, és, hogy, és ez az, tehát én ezt akartam imitáltatni, és azzal együtt, hogy tök igazat adok nektek, hogy vannak azok az emberek, akik beszorulnak ebben a nézőpontban, és innen, innen igazából azt nem veszik észre, hogy hogy mondjuk nem, mint, tehát nem tudnak inkrementalisták lenni, mert még ezt ki kell, tudod ezt itt, még ezt a picit megcsináljuk, és olyan jó lesz, hogy, hogy, hogy nagyon, de közben meg az van, hogy mindig lesz egy pici. Mindig lesz egy pici, és közben mindig lenne egy alkalom, hogy hamarabb kiadjuk ugyanazt. És hogy. Ö, szerintem mondjuk itt már van itt egy állásfoglalás is a részünkről, hogy, hogy, hogy ki Én kik vagyunk. Én Azt hiszem, hogy ezt a. még újra vissza kell jönnöm oda, hogy, hogy ezt. Nem csak a szoftverfejlesztésben, vagy a munkaterén kell tudnia egy embernek elválasztani, hanem hanem az életben Ilyen. is. Ilyen. Hogy hogy te a saját életedben mi az, amit megengedsz magadnak, hogy hogy mennyire törekszel a tökéletességre, hogy, hogy addig keresed-e mondjuk az új lakásodat, ameddig megőszülsz. Mert... Vagy, a, vagy a párodat, mert ugye biztos mindenkinek van olyan barátja, de aki, aki azért éve már egy, van egy tökéletes sziluett, amit még nem találták. egy világban, épp, világban élünk, ahol az a... Tehát a, a de facto látszat az, hogy minden tökéletes. Tehát, hogy... De hogy is. Hát, hát nyilván, nyilván, de értem, amit mondasz. Egy -egy te lakszott lehet, de... Én a belvárosban lakok, ott, nincs ez a látszat. Értem, amit mondasz. Nyilván, nyilván értem, inkább tehát értitek a viccet, hogy, 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 hogy értem a viccet, hogy a, amire akarok referálni, az az, hogy szuper, nem tudom, Instagram fiókokat látok, amik tudod, ilyen iszonyat kedves a szememnek dolgokat raknak bele, de hogy ez nem a realitás. Tehát, hogy ahogy az sem realitás, hogy mindent meg tudunk csinálni magunknak otthon, vagy meg, meg tudunk csinálni, nem tudom, valamit tökéletesre. Tehát hogy. A, nem tudom egy Tehát, hogyha mondjuk az autószerelők egyébként tökéletesre csinálnának dolgokat, akkor nem lenne storing, értitek. Tehát igen. hogy mondjuk ott jó lenne, ha tökéletesen csinálnak, de most az egy másik. Ö, akkor nekem meg egy olyan kereszt kérdésem van, hogy holnap, ugye valószínűleg az epizódunk nem fog kimenni addig, amíg meg nem csinálod az előadást, de hogy holnap az előadásom arra fogsz tippeket adni a kedves nézőközönségnek, hogy hogyan építsenek ownership -teli csapatokat? Kicsit körbe akarom járni, hogy mi ez az ownership, és most tök jó, tök jó az a beszélgetés, amit most csinálunk, hogy nekem azt tisztázza le, hogy ebbe kell egy, tehát, hogy, tehát nagyon könnyű beleesni a baszitúban, hogy én mondok valamit, amiben mondjuk meg vagyok győződve, hogy, hogy én értem mi az, és azt is gondolom róla, hogy a másik érti, hogy mi az, de közben az van, hogy nagyon differens háttere, háttérrel jövünk, és hogy, hogy nem pont ugyanazt. Lehet, hogy van egy metszet, jó esetben egy elég nagy metszet van abban, amit én mondok, és amit megért a másik, de hogy ezt nagyon körbe kell járni, hogy ez mit jelent, mert nyilván nem az a célom, hogy azt mondjam, hogy nem tudom, holnaptal a, a, a szemetet kell felszedni, a, és akkor ebből valami, nem tudom, hatékonyak leszünk. Vagy szóval nem ez a mondatám, de úgy közben meg az van, hogy azt szeretném odarakni, hogy hogyan lehet elérni egy ilyen állapotot, mert most van egy olyan meggyőződésem, hogy azok a csapatok, akik be vannak vonódva, és most ezt a szót használom inkább, be vannak vonódva egy termékfejlesztésben, hogy és, 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 tehát ez egy kicsit több, mint egy individuum, tehát hogy nem az van, hogy egy ember ott valamit csinál, hanem egy, tényleg egy csapat közösen valahova el akar jutni, ki akar realizálni egy új szoftvert, el akar érni egy milestone, bármit, hogy ők szerintem jobb ered, tehát eredményesebbek ők, és hogy, és hogy ők eredményesebbek, ez, ezt szerintem sarkalnunk kéne mindenkit arra, hogy, hogy ilyen csapatokat ö, építsenek, de tök nem egyszerű, vagy szerintem az az igazság, hogy úgy gondolom, hogy, hogy ö, van, aki nem is érti még azt, hogy most én itt ebb, ezzel mit, miről beszélnek, úgyhogy inkább azt szeretném felfedni, hogy mi azok a hogy nekem mit gondolok oda, hogy mik ezek a lépések, amik kellenek, hogy megépülhessen, vagy fölépülhessen egy ilyen csapat, vagy egy ilyen gondolkozású csapat. És akkor ennek ilyen, hogy ne csak levegőbe, hogy mondjuk Kell ehhez egy, egy magas fogú bizalom, bízni nekem, mint vezető a beosztottomba, hogy ő valamit jól csinál, vagy hogy egyáltalán delegálni merem neki azt, hogy ő meg tudja majd ezt csinálni, és nem én fogom a gyeplőt folyamatosan, mert mert akkor igen, olyan lesz, mint amilyet én szeretnék, csak azzal, nem tudom, el lehet jutni egy kilométerig, de hogyha közben setupolok egy csapatot, akik arra vannak, hogy, hogy csak húzzák, húzzák azt, amit csinálunk, hogy húzzák ezt a nem tudom szánt, vagy bármit, azaz sokkal messzebb lehet jutni, mint egy direkt irányítással. Tehát ez egy ilyen most. Most én épít vagyok, tehát lehet, hogy majd tíz év múlva arról beszélgetünk, hogy hogyan, hogyan kell. Hogy kell megmondani feudális rendszert építeni. De hogy nem, most én itt vagyok, és az a gondolatom. bocs, ez megint szerintem olyan, hogy ezt a csapat, a cég a feladat, ez nagyon sok, tehát van olyan hely, ahol nem. Tehát mondjuk mondok egy példát, hogyha mondjuk van egy projekted, ahol nem tudom, tíz pályakezdővel kell valamit megoldani, ott nem mondhatod azt a tíz pályakezdőnek, hát srácok, itt a feladat van valós. Persze. Tehát, hogy ott persze. Meg kell, és most nem úgy mondom, hogy ilyen degradál hogy meg kell mondani nekik, nem, hogy nem, ott le kell velük ülni. és érettségi szint, ez mértén Tehát érettségi szint, ez miért, és ez nem egy rossz, vagy nem rossz, csak érted egy. Hát, vagy tapasztalati szint, vagy ilyen. Rutin így, meg az évek. Így, 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 mert, így, mert, mert az érettség, ez nem Nekem ez nagyon tetszik, mert én is pont erre gondoltam, hogy alapvetően nekem, hogy én is az előző munkahelyemmel egy pillanatra pedálozok, én a vanarinál dolgoztam, nem annyira ismert, mint az ingatlan.com, de annál rewardingabb volt az élmény. Nem tudom, milyen lett ott. Mindegy. A lényeg az, hogy, hogy az én régi vezetőm mondta azt, hogy, hogy nagyon sokféle ember van, és, és nagyon sokféle ember tud sokféleképpen dolgozni, de hogy egy van, ami nagyon rossz, hogyha valaki nagyon nem tudja, hogy mit kell csinálni, vagy hogy kéne jól, és nagyon akarja csinálni, mert akkor oh. nagyon sok rossz dolgot tud csinálni, nagyon kevés idő alatt. És, és ez jutott eszembe, hogy nagyon fel vannak hatalmazva az emberek, nagyon nem tudják, hogy mit kell csinálni, vagy nincs tapasztalatuk, egyszerűen nem látják be a problémateret, vagy a lehetséges problémateret. És ezért szerintem ez a téma például tök jó a mi podcastunknak, mert itt jön be az, hogy milyen a vezető fel tudja ismerni, hogy az ő csapatában mennyire érettek az emberek, és mennyire lehet nekik odaadni ezt a, fél, fél, ezt a fajta ownership-et per bevonódottságot. És szerintem ez egy szuper uh, ilyen helyzeti felismerési képesség, ami, ami tök jó, hogyha megvan a, a vezetőnek. Igen, és uh, amúgy ennek az első résznek az lesz a cím, hogy a témagyűjtő rész, ezt fogjuk mindig visszahallgatni, uh -huh. ha nem tudjuk, mi legyen a téma de hogy van egy, most ezt nehéz lesz jól elmondani, mert ezt, ezt mutatni kéne, hogy van, ez a, van egy ilyen grafikon, amikor az egyik tengely az a, az a build hogy mennyire akarsz valamit, a másik tengely meg a skill, hogy mennyire értesz valamit, és akkor ez jut eszembe amit mondtál, hogy ugye van ez a, hogyha maximum van a will, meg maximum van a skill, az, a legjobb, Tök mert jó, akkor úgy nagyon tesz. értesz hozzá, nagyon tudod, és akkor nagyon megy a gép. Ha nagyon akarod, de nem értesz hozzá, az, az jó, mert lelkes vagy, akkor ott, ott már csak fel kell szedni a, Tudás. a, tudást, de ugye az is megvan, amikor maximum van a, a tudásod, de hogy egyébként nem, nem akarod, és akkor akkor jön ez a 8 ig meg, meg nagyon csak lerakom a kötelezőt, és mindenkinek megvan a maga helye, ideje, módja, meg hogy hogy kezeled, meg hogy jó ha van, meg nem. És azért nagyon fontos szerintem, amit az összes ilyen mi kell ahhoz, hogy jó csapatot csináljál dolgokhoz. hogy szerintem mindig azt akarják mondani, mintha lenne egy darab ilyen univerzális recept, de hogy biztos vagyok benne, hogy, a, hogy, vannak eszközök, amik átvihetők. Például ezt nem, nem régóta tudom, hogy a, a, Paksi atomerőműnél bevezették azt a fajta megközelítést, hogy, hogy szabad hibázni, és hogyha hibázol és elmondod, azért kapod a dicséretet, és nem nincs büntetés, a hibázol. Nagyon szép. És Gra nagyon innen okos, gratulálunk nagyon a okos, mert, előműnél. mert rájöttek, hogy egy atomerőműnél, hogyha te reszketni fogsz, hogy ki fognak holnap rúgni, mert elrontottál valamit, és nem fogod elmondani, akkor nagyon könnyen megint lehet egy Csak nem, nem megnézték azt a sorozaton. <laughs> lehet, igen. De hogy, de, hogy, de hogy ez egy olyan elem, amit mondjuk ilyen szoftverfejlesztő cégek nagyon gyakran alkalmaznak, hogy, hogy lehet hibázni. Nyilván nem, hogy ötödjére is elrontod ugyanazt, akkor valószínűleg el fognak tőled köszönni, mert akkor valami nem működik. Ha lehetni mindig lehet, csak van, ahol szabad is. Valami és szabad szerintem is, ez az, mondasz, ez hogy ez, ez, ha megvan engedve, és nem, és nem félted a, a buksidat, vagy a más testrészedet, akkor, akkor az egy nagyon egészséges közeg tud igen. lenni. Mert hogy ugye nagyon nem mindegy, hogy hogy hibázolt, tehát hogyha az volt a hiba, mm -hmm. hogy a sörömet beleöntöttem ott a izé, nem tudom, a gépnek a közepében, ott a paksi atomerőműben, az, az valószínűleg egy olyan hiba, ami nem megköszönik neked az egyenműködésedet, ami idáig tartotta az atomerőműnél, ha meg nem tudom, ugyanazt a dolgot, amit minden nap megcsináltál már négyezerszer, és most véletlen a piros helyett a sárga gombot nyomtad, mert elbambultál, az meg egy olyan dolog, hogy akkor lehet, hogy nem tudom, át lehet alakítani ugye azt a panelt, hogy máshogy legyenek a gombok, vagy bármi ilyesmi, és ugye ez, de hogy, de hogy vannak ilyen dolgok, amiket ugye mindenhol be tudsz vinni, de hogy szerintem tényleg az, hogy minden csapat egy picit más, minden projekt egy picit más, és ugye az a, az a, legjobb csapat, ami meg az a legjobb ember is egyébként, aki önazonos, és szerintem egy csapatra is tökre látod ezt, a, ezt az önazonos dolgot húzni, hogy ha érti a csapat, hogy hova kell eljutni, egyébként tudja is, hogy ehhez mi kell, és ennek fényében tud jól dolgozni, akkor szerintem az egy tök jó hatékony csapat lesz, és hogy úgy tudom ezt, ezt így, így, talán egyen jobban még rá kicsit fókuszálni, vagy zoomolni, hogy, hogy így hogyha valami olyan terméket csinálsz, amihez nagyon más módszer vagy megközelítés kell, ahogy te dolgoznál, de próbáld ráerőltetni azt a, azt a módszert, akkor az sose sose lesz ez a csapat hatékony, mert ott mindig lesz valami, ami, ami nem működik, viszont ha megtalálod, hogy ezt egyébként így kéne csinálni, és arra rá tudsz igazítani mindent, akkor meg nagyon jól fog működni, és nem lesz várás, és, és minden, minden tök jól össze, össze fog állni. És az, az jutott még erről az egész egészre eszembe, hogy gondolkodtam idefele jövet, amikor ugye beszéltük, hogy mi lesz a téma, hogy úgy szedjem már össze kicsit a gondolataimat, hogy most akkor itt a recept, hogy akkor ezek a, uh -huh. az öt legfontosabb dolga egy nagyszerű, hatékonyan működő mm -hmm. szoftverfejlesztő csapatnak, és akkor nyilván van egy rakat ilyen könyv, meg lehet ilyen blogposztokat találni, és hogy arra jöttem rá, hogy az összes dolog, amit fel tudtam írni, az igazából, ha ilyen az öt miért így elkezdtem tovább kérdezgetni, hogy jó, de ez miért fontos, mindig visszajutottam oda, és remélem, hogy a senkinek a bullshit radarja nem fog bejelezni, hogy igazából az építő alap az a kultúra. Tehát, hogyha olyan a csapatodban a kultúra, és itt megint bejön az azonosság, ezt mindig mondom kultúra kapcsán, hogy hogy egyébként érted a cég kultúráját, és akkor az egyik kedvenc példám ezzel a, most ezt, ezt a cég nevet sem mondom ki direkt, ugye van ez a nagy magyar eredetű cég, ami ilyen felnőtt uh, ipari termékeket gyárt, ugye egy ilyen nagyon híres piros oldal van, ahol nagyon sok pénzt lehet csinálni. Piros? Uh, azt hiszem piros. Vagy rózsaszín. Vagy nem mi nem tudhatjuk. Mindegy, ugye a D-betűs a cég, elbetűs a termék, és semmi, semmi titok nincs benne amúgy. Nagyon sok szoftverfejlesztő címborán barátom volt kollégám, mostani kollégám, stb. dolgozott már ott. És mindenki elmondta, hogy ott egyébként nincs rossz kultúra, mert ott egy nagyon őszinte kultúra van, ott el fogják neked mondani, most a régi időkről mesélek, ami ott volt, hogy 9 órára kell bejönni. Ha nem jössz be 9-re, akkor amikor leúzod a belépőkártyádat, kap a főnököd egy levelet, hogy te nem értél be 9-re, és ha háromszor lesznek megcsinálod, akkor már másnap nem kell bevenni 9-re. De hogy ezt nagyon őszintén elmondják Igen, neked hogy az első nap, meg az már elválás, az interjú. Akkor... És akkor az egy, az egy jó kultúra, mert éppen valaki meg ezt szereti, valaki nem szereti azt, hogy ő kötetlen munkarend, mert akkor elúszik a napja, ő azt szereti, hogy 9-től 5-ig, lerakja. Valaki az execution szereti. Tehát ugye mondja neki az, a hogy mit kell csinálnia. Pontosan. abszolút. És, és, tud, tud, ez is, tud ez is működni. És hogy tényleg oda megy vissza az egész, hogyha a céghez, meg ahhoz, amit csinálsz, meg tudod találni, hogy épít ez a kultúra, és ezt a csapaton belül is ki tudod építeni, és ezt tudod ott így még egy kicsit fokozni, hogy egy ilyen kis csapatkultúrát csinálsz, akkor az jól fog működni, és egyszerűen el fog jutni előbb vagy utóbb oda a csapat, hogy egy nagyon, ahogy az angol mondja, high performing team lesz, tehát hogy nagyon nagy teljesítménnyel tud előre, előre menni a, abban a célkitűzésben, vagy projektben, vagy bármi egyébben, amin dolgozik. Csak egy dolgot akartam hozzátenni, aztán már levesz, És, ez most most fog, ilyen. és ez most jön. Hogy, és ez nem az, hogy izé szaladnom kell, nem kell, hanem az, hogy még, a, még az elején, mikor elkezdtünk erről beszélgetni, hogy a döntés, hogy várunk a döntésre, hogy ezt adjuk oda a csapatnak, hogy erről meg van egy nagyon jó, nagyon régi és nagyon jó könyv a Turn the Ship Around, ja, a pont. ami ugye pont Igen. erről szól, hogy, hogy akkor ott, vagyunk a, ott vagyunk a hajón, és akkor igazából rájött, hogy megkapta arról szól a könyv, ez is ajánlatolvasva, nagyon ajánlva van. Hogy ez Mindenkinek nagyon ajánlva ez van. Is és ugye arról szól, hogy volt egy, egy ilyen hajókapitány, nem hajó, már amúgy tengeralattjáró volt, aki megkapott egy fedélzetes egy, egy, ilyen tengeralattjárót, és ilyen borzasztó volt a morál. Hát ő nem tudta, hogy mi az a health check, de ha csinált volna egyet, akkor minden érték piros lett volna. És nagyon nem működött, és akkor igazából elkezdte ilyen... Meket fontos, hogy tehát őt kiképezték, csak nem erre a hajóra. Így van. Tehát az utolsó pillanatban kapott egy teljesen más osztályú tenger alatt járót. Ez és ez van, egy nagyon van, fontos volt. És és ugye az volt a lényeg, hogy ő kezdett egy nagyon... Most már ugye nem lenne olyan furcsa, hogy ő miket csinált, mert most már erről beszélünk a szoftverfejlesztésben, de akkor ott azon a tenger alatt járon, az egy nagyon furcsa dolog volt. És ugye ez volt az egésznek a lényege, hogy hogy egy picit az ő döntés dolgait dolga, itt földarabolta, és mindenki kapott egy ilyen kis szeretni döntési jogot, és akkor nem az volt, hogy ha most épp nem tudunk valamit dönteni, akkor ilyen analízis paralízis, és nem tudunk tovább menni, hanem akkor az volt, hogy jó, ezt én el tudom itt dönteni, és nem, nem lesz ebből akkor a probléma, hogy, hogy mi történik, és nyilván valószínűleg a, nem tudom, nukleáris töltetnek a kilövését, azt nem, nem adta ki a, a kezeket. Egy egy hogy volt, egy, volt róla egyébként egy ilyen önéltrajzi videó, és abban pont mondta ezt, hogy, hogy csak hogy a kételkedőknek, hogy az a kód nála volt. De hogy, hogy ami még szerintem tök fontos kimondani itt, hogy azzal, hogy nem tudta vezetni a hajót, és mondjuk kért a legénységét, adott egy direkt utasítást, ugye, Chain egy Chain van egy katonai. katonai környezetben ez ilyen teljesen megszokott, a parancsok elmondja, mit fogunk csinálni. És ez nagyjából úgy nézett ki, hogy a kiadta, hogy nem tudom, 32 csomó majd a hajósok lenyilaznak, de hogy nem tudom, hogy ez gyorsan vagy nem, egy tengeratjánok, hogy menjünk 32 csomóval. A navigátor azt mondta, hogy rendben, a hajó ugyancsak 22-t tudott, tehát hogy akkor megkérdezték, hogy miért nem vagyunk ott, ahol egyébként már el kéne élni, és akkor szól a navigátor, hogy ez a hajó nem tud 32-vel menni. És, és akkor itt, itt, itt ez, a, ez a koncepcionális probléma, hogy a kapitány nem tudja vezetni a hajóját. Tehát utána azt fogja elmondani, tehát hogy a mindset shift, amit csinált a kapitány, az az, hogy elmondta, hogy innentől intentionöket fog, tehát egy ilyen gondolatosságot hoz be, hogy én ezt szeretném szándékot. csinálni, vagy szándékot köszönöm. Igen, 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 igen. És akkor utána minden egyes embernek az volt a reakció, tehát Ez úgy kellett, hogy, hogy hogy akkor én most, és szabályzatba foglalták, hogy akkor elmondták hangosan az emberek, hogy akkor én most mit fogok csinálni, hogyha valaki ezt hallja, és mondjuk nem el, nem nem illeszkedik azzal, amit az igazából a parancs tartalmazna, vagy tartalmazott, mert ugye, ugye egy sziszifusz itt mert nem tudjuk a jót, nem tudjuk, hogy mit tud, akkor tudott egy ilyen response rárakni, hogy hopp, hopp, várj, 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 nem pont ki akartuk lőni azt a torpedót, hanem még csak úgy betárazni. Úgyhogy ez egy nagyon jó, nagyon jó téma, nagyon jó könyv, és nagyon jó akár a, a, a videó is a kapitányról, úgyhogy ezt ajánljuk. Én azt gondolom, hogy mivel itt van egy nagyon gyorsan elmenünk, ott meg van még egy holnapi, holnapi kellemes ember. kis előadás, hogy, hogy Én így a, végszónak... közbevágok, de hogy azt akartam mondani, hogy te csinálj már egy ilyen összefoglalót, mert ebben mindig nagyon jó vagy. Hogy, mert hogy azért Igen. most kicsit azt érzem, hogy keveset beszélgettünk még erről a témáról, ezt még lehetne boncolgatni, de hogy az idő meg a végéhez érkezett. De hogy szóval hogy akkor nagyszerű, hatékony szoftverfejlesztő csapatok, és hogy hogy úgy hogy már össze az meg? a kedves igen, hallgató, igen. Nekem, nekem az összességében a, a mai beszélgetésből, amit azért mondok nagyon gyorsan, mert hogy ugye van itt valaki, akinek el kell menni, Ki meg, az? A, meg a vonathoz is, hogy hogy tulajdonképpen van egy nagyon jó témánk, ami ami a hatékonyság, meg az ownership, meg a, meg a mindset, meg a kultúra, meg a hogyan építsünk jó csapatot, meg hogy milyen helyzetben mit érdemes felismerni, de nekem az a, a vég kifejlet ebből a beszélgetésből, meg ebből az epizódból, hogy ez egy kurva jó podcast lesz, és hogy, és hogy nagyon van helye a vezetésnek, meg, meg a tudatos vezetésnek az egész életben. És, és most a végén kiukadtunk oda, hogy turn the ship around, és hogy nem minden hallgatónk valószínűleg ö, a tenger alatt járó kapitány, de de nagyon sokat lehet tanulni, meg nagyon sokat lehet kivenni abból, hogy ha van bármilyen kialakult képünk egy jó vezetőről, vagy hogyha mi gondolkozunk ezekről a dolgokról, úgyhogy like, share, subscribe, gyertek és hallgassatok minket. Három, három utolsó szó önismeret, önismeret és önismeret. Szerintem az egy tök jó dolog. És a negyedik az azonosság. Én, az 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 én meg ö, bele dorombolok, hogy rrr. Igen, és, és még mit akartam? Volt egy nagyon fontos gondolatom, csak a dorombolás egy kicsit behallom, hogy szintén kizökkentett ebből a, ebből a gondolatból. Igen, hogy azon túl, rossz viccet uh, még a végére. Igen, hogy mondtad, hogy jó, jó a podcast, és éppen a beszélgetést én is nagyon élveztem, de hogy majd a kedves uh, rádiónéző hallgató közönség mondja meg, hogy jó Tájá. voltam, majd valamilyen formában kérünk. Hát, mm, we really appreciate your feedback. Hogyha, hogyha öt csillagot adnátok, akkor adjatok öt csillagot. Hogyha van valami konstruktív kritikátok, akkor létszik, juttassátok el hozzánk a megadott e-mail címeken és elérhetőségeken, és változtatni fogunk. Én, és nagy és komitmentjénk nincsenek, de hogy ilyen három-négy hetente gondolkodtunk egy, egy újabb epizódban, és ami még talán érdekes lehet, hogy szerintem egy ilyen gyors feedback kör, hogy amúgy nagyon jó volt a beszélgetés, viszont az látszik, hogy a hogy a következő epizódban már nem lesz majd nagyon sok bemutatkozás, és ott szerintem jobban el fogunk tudni merülni a, uh -huh. a köböl egy órás Lehet, hogy ebből nem fognak annyit hallani. Ön szerintem hogy ez tök jó volt, a, már mint az, hogy elindultunk valahol. Tehát igen, egy, mert igen, egy nagyon, igen. ahogy mondtam, -e, a közepén, hogy tök csomó téma így beugrott, ugye igen, ezen, igen, ezen, igen. ennek a farvizén bevesztünk. Az csomóba. eredeti terv az is volt, hogy csak üljünk le beszélgetni, abszolult. aztán legyen belőle egy első rész. Hogy... Annál legyen jobban fölkészültünk, de... De, de hogy ez egy, ez egy részemről, tehát hogy az első gól az, hogy ide jöjjünk, összeültünk, itt vagyunk itt a jó stúdióban, és 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 hogy néha sokkal tribólcság. gyorsabb csak elkezdeni anélkül, hogy tudnánk, hogy Jaj, akkor náj. végül is mi lesz. És lesz a nevünk is hamarosan. meg, mm. meg Szerintem meg ezt kínál. ezzel akartam Minden. még befejezni, oh. hogy hogy mi most még úgy vagyunk itt egy stúdióban is rögzítünk, hogy elvileg valaki így csinál nekünk egy szignát, amit még soha nem hallottunk. Van egy nevünk, amit de már még soha az nem <gül> <gül> és Ti <igen>. már hallottátok. <laughs> igen, Én de, de hogy mi mikor még most itt ülünk a, a felvétel során, akkor még semmi nincs, csak leült három ember két éves tervezés után, a fenszi, az elmúlt két hónapban csatlakozott be, hogy akkor ebből legyen egy, legyen egy podcast, de hogy, hogy azzal zárjuk már le, hogy itt, itt a szünetben, vagy hát a felvétel előtt beszélgettünk a népvásztásról, és akkor jött az, az anonim vezetők Klubja ez a Mefi vagyok. Hat éve vezető, és, így, így, és így. most itt vagyok És körbeülünk. Szóval ne, nekem tetszik ez a név, nektek tetszik ez a név már. Nekem is tetszik, fenszi vagyok, és én... És akkor az agilitás jegyében ezt így eldöntjük. Hogy és én már ez két hónapja itt vagyok podcast, ebben a podcastban. Ez az. Nagyon jó. Akkor agilitás az... jegyében. Óriási. Imádom ezt a szót. Akkor ez az Anonim vezetők klubja, klubja podcast. Röviden köszönjük a figyelmeteket első adása volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel lájkoljatok Uh, nem tudom, hogy hol lehet majd minden. minden, minden. Ez. minden ez. Valamire befizetünk, ami majd mindenhova release ezt az a, ez Majd ebből a, ebből az epizódból meghallgatjuk a legizgalmasabb részeket, és abból kiválasztjuk a következő résznek a tartalmát. Meg hogy ti miről szeretnétek hallani, hogy miről Igen. beszélgessünk, illetve uh, segítsetek meggyőzni a srácokat, hogy legyen majd videós feed is ehhez a podcasthoz, hát, mert, hát, mert hát, még egyelőre hát, még nem. Meg kell csinálnom a hajam, ez nem olyan egyszerű, ez a meneszről nem. nem. Még mind, nem. A hárman, ja. mind a hárman vagyunk a Twitteren. Aztán hogy az az, biztos az, igaz. az igaz. Ja. Nem biztos Fenszi Karolina. Mondja. Sziasztok. Sziasztok. Bye. Fuck oh. yeah.